mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Most hasít egy nagyon nagy divat, ami arról szól, hogy azért ők sem akarják azt, hogy bárki bárkivel csókolozzon, ezért Japánban közterületeken, akár bérelhető módon, akár állandó módon, üveglapon keresztül ki tudod próbálni, hogy milyen mással csókolozni. Nem már! Teljesen beteg a dolog. De hogy valakivel összekacsintasz, előveszel egy üveglapot, és azon nem, keresztül... Nem, fix üveglapok vannak elhelyezve, és beáll valaki mögé. És mindegy egyébként, hogy kiáll a másik oldalon, hogy nő férfivel, férfi férfivel, férfi nővel, nő nővel, teljesen mindegy. A lényeg, hogy kipróbálhatod, hogy milyen az, amikor te egyébként úgy csókolozol, hogy közben nem csókolozol, de mégis. Ha megmondom, én melós, egy üveglapon keresztül melós. Ez az új őrület, hogy ezért ez mennyire beteg, de közben meg egyáltalán nem beteg. De nagyon beteg. De nem találkozik. De akkor meg minek? Semmi hát értelme. Üveglapon keresztül, és nyelvest adsz, vagy sima puszi? Ez rád van bízva. És az üveglap alatt átnyúlhatsz, és átkarolhatod azt, nem, a kivel? Nem érhetsz hozzá, nincs testi kontaktus, pont ez a lényeg az egész. Csinálják sportolók, baseball játékosok, tehát vége a baseball meccsnek, Bero annak egy üveglapot, fölemeli az üveglapot, oda hívja a társát, és azt mondja az ellenfél csapatában, hogy szeretnék veled üveglapon keresztül csókolozni, és adja a japán tévé, ahogy ott mit tudom én, a két japán nagy rivális baseball csapat tagjai üveglapon keresztül csókoloznak, és ez az új őrület Japánban. Hogy ott azért valami de nagy... De hát két férfi is, két ugye? Férfi, hogy ne, persze. Tehát két férfi, így van. Oh. Igen. Ha, és az ezt most a televízióban is adják egyébként, és ezt csinálhatod te is, ha Japánban élsz, vagy tetszik neked ez a dolog. Egyáltalán nem lepődnek ezen meg. Tehát most oda rohanhatok az üvegfalhoz, vagy mi ez az ablakhoz, és akkor választhatok, hogy a Lacival akarok csókolózni, vagy az Annával? Igen. És kell jeleznem, vagy csak elég, ha odaállok, és rányomom a számot, és valaki a másik oldalról valaki jöjjön. Rácuppan valaki, vagy jó. Megbeszéljük, mi kettem? Egy is lehet, csak ne nyisd ki a szemed, nehogy csalódás legyen. Érte? Tehát, hogy megbeszéled a másikkal, vagy meg, csak... Meg. Odaállsz és vársz. Meglepetés. Húzzál! Laci! Na, jó van. Ez a mi kis meglepetésünk. A két nyuggernek, a két papának. Én nem fogok mi van a kezemben? Aha. Egy 20 centiszer, 30 centis átlátszó üveglap. Igen? Én megcsókollak inkább üveglap és kivel nélkül, de ne, és kivel akarsz? Az a büntetésetek, igen? Mert ilyen pappásan álltatok a BKV-s témához, hogy közétek rakom ezt az üveglapot. Feri, keresd már a szerződésünket. Már meg is nyitottam, nincs nézzük benne. Nézzük meg, mire kattannak a japánok. Nézzük meg, hogy nem élnek-e ezzel valamit ki, ami a magyar népet is felszabadítaná. Mit tudom, én nem tudom. Beteg a dolog. De ugyanakkor azért tetszik is. De miért kell két hapsinak rögtön? Tehát ne próbáljuk egy nő... Nem értek egymáshoz. Semmi, nincs, de akkor nincs is. Nincs fizikai kontaktus, semmi. Nem találkozik a szátok, nincs semmi. Nincs nyálcsere, semmi, mint egy jóféle csokkolozás, talán a hatos villamos. Ilyen alapon mást is összedörgölhetünk felé, érted? Üveglap, úgy se érünk egymáshoz, érted? Egy jó nem kell kimenekülni, hogy jaj, ha nézd már meg, te ráteszed a szádra az üveglap, hogy nézel ki, mint egy ilyen akvárium tisztító hal. Na, mondom akkor, na. Gyere ide, Feri, erre az oldalra. Így. Nézd meg a szerződésed a próbet is részét. Nincs benne, hogy üveglapon keresztül smárolnom bárkivel. Hogy beteg japán tévéműsoroknak a reprodukálással foglalkozó adásban. Szerintem te akarsz valakivel csókolózni. Hát, hát ki más? Most odahívott magához, Feri. Na. Gyere ide hozzá. Hát, gyere a papához. Nem már. Hát figyelj, ráteszem. Nézd meg, ráteszem. Én nem csókolozok a Ferivel. Üveglap. Nem kell a Ferivel csókolózni. Üveglap. Akkor miért nem csinálod te? Ez egy üveglap. Mert most ez a büntetésetek, hogy ennyire büdek volt. A csókolózott? Tessék? Csókolózik, ha nem csókolózik a férfiakkal üveglapon keresztül sem. Nem kell csókolózni, ez nem igazi csókolózás. Egy puszit nyomok rá, Max. Milyen puszit? Mi vagy te? Az üveglapon keresztül. Hófehérke, egy puszit? Nem kell hófehér, legyél egy vadmotoros. Figyelj, most... Aha. Egy puszit, most lettél puszi. De ráteszem a számat már, az undorító a másik oldalról.
Nem fogsz egyébként fotózgatni, Laci, csak ezt most mondom. Tehát, hogy ha ezt mi meg is csináljuk, ez nem fog fölmenni a Facebookra. Arról, hogy nem tudtok majd, hogy teszem, hogy mit teszek fel az Instagramra. Te, Jézus Mária, te, ez egy üveglap, gyerekek! Csak mondom ez egyébként, hogy a foton az üveglap nem látszik. De ha nézd már meg, hogy tudják, hogy egy üveglap. Ez egy üveglap. Igen? Undorító. Ez az új japán őrület. Te meg akarod ezt az ajkat csókolni? Most megmutattam neked. Te nem. Ugye, hogy te se akarod? Mit? Ne, ez, na. De nem találkozik az a Feri fölnyomta az arcát, ez nem találkozik. Nem találkozik, gyere ide. Nem akarhatod megpuszilni. Gyere ide. Hú, ez undorító. Gyere ide. Most, aha. Gyere ide. Nézzük meg, hogy mi az új őrület. Hadd próbáljuk már legalább egy lányjal, Anna. Mert az nagyon nagy sztori lányjal megcsinálni. Hát az a üveglapon keresztül. De... Úgy na, én nem a szájuk, nem az mindegy. Alkoholmentes sör, meg a gumini. Üveglapon keresztül hagyd próbálj egy lányjal, ez annyira veszélyes, hogy hú, de nagyon veszélyes. Na, gyere ide. Gyere ide, papper, ez a büntid, ez a büntid az előbbi kombinóért. Meg a feltett lábért, gyere ide. Gyere. De, jaj, nézd a puhát. Gyere ide. Na, nem menekülj, gyere ide. Nem, Feri, még nem volt semmi. Ez csak egy üveglap, igazából a Balázsnak. Te nem dumálsz, mert te az előbb még fel voltál háborodva, hogy nem tetszük Facebookra, meg nem csókolózom senkivel, meg jaj a gyereken, jaj a lányom, gyere ide. Na, ez van, pont nem mondtam. És nem jön. Tudod, milyen a... Te igazi betonyi... Te így csókolsz? Nem akarok vele csókolózni, van köztünk egy üveglap. Szóval kérdezem, hogy Balázs miért csukja be a szemét közben? Megfogom a fejed. Undorító. Bocsánat, rutinból átnyúltam és megfogtam a fejedet. Tehát, hogy van bennem azért még egy ilyen kis ellenállás megtörése. Soha nem láttam még így félni. Soha nem láttam még így félni. Gyere ide. Meg is vagytok. Sose voltál még hozzám ilyen közel. Lász meg, ahol egy nap után elválhatok. Ez undorító. Az a durva, hogy becsuktad a szemed és kicsit én is. Na te is. Igen, ez volt benne a fura, hogy működnek a reflexek. Működnek a reflexek. Becsuktad a szemed? Kinyitottam egy pillanatra, és láttam, hogy csukva van a szemed, gondoltam, gyorsan visszacsukom én is, nehogy én is lebukjak, hogy te nyitott ki, és az enyém van csukva. Mert ahogy közeledtél, az a döbbenet maga. Mondta, hogy nem látszik. Annyira tudtam. Tőlem rakhatod nyugodtan. Nyugodtan rakjad. Jézus, figyelj. Ennyire még nem féltél puszitól. Soha életemben nem. Felszabadító. Ugye, hogy van az énednek egy ilyen elnyomottabb része? És ahogy lőtted előre az árnyékodat, Feri, én csodálkoztam is, hogy van. Figyelj! Azt, hogy tudod, hogy ott az üveglap, de nem érzed, mert hogy átlátszó. És az, ahogy megfogta a Balázs a forrom. Kicsit kimozgassalak benneteket a komfortzónátokból. Ez muszáj, hogy minden reggel valamivel egy kicsit kizökkentselek benneteket, mert elnyuggeresedtek mellettem. Milyen volt? Kicsit a hátul megfogtam a fejedet, ne haragudj nálam, ez egy ilyen mozdulat, hogy kicsit beletúrtam a hajadba. Jó forró volt a lap? Tüzes volt? Tüzes volt a csó? Valami izzott közöttünk. Na. De ugye, hogy nem hülyék a japánok? Nagyon rossz. Most nem mondd, hogy neked jól esett. Picit, ott az üveglap. Tehát semmi, effektíve semmi nem történik. De hát ugyanúgy, van köztetek egy 1 centi és 1 centi sütét. Tényleg nem történik semmi. Felnyomod a szádat, mint egy aranyhal az akváriumnak az oldalán. Ezért jársz nyugodtan pipsóba is, Feri. Ott se történik semmi. Aha, ugyanaz. Egy üveglap. Szerettem, hogy csuka van a szemed. Azt én kifejezetten szerettem. Mert tudod, amikor a tinikét csókolóznak, kinyitod a szemed, és először, hogy csajnak csuka van, és gyorsan visszacsukod te is, hogy le ne bukjál. Ugyanezt csináltam. Rád néztem, mondom, becsukta. Élvezi, akarja. Lehet, hogy leraktátok egy divatnak az alapjait, érted? Én már csak egy ugrás lesz, hogy tévéműsorokban is ott legyen. És a végén. Egyébként meg próbáljátok ki. Japánba hódít. Rovatunkat a Salgótor Jani síküvel feldolgozik el. Tudod. Japánba hódít az őrület. Hallgattam különböző rádiók, különböző zenéit. Ugye van, ami eltűnik, van, ami a Balaton környékén fogható, és én mindig figyelem, hogy mit csinálnak, hogy csinálnak, milyen zenéket adnak. És belefutottam egy-két olyan dalba, és egy-két olyan dalszövegbe, hogy szörnyű felismeréssel kellett megállapítanom, hogy konkrétan már nem értem, hogy miről beszélnek. És ez volt például a Well Hello zenekar, akiket ismerünk, kedvelünk, ugye Diázék, Fluor, Tomiék, szenzációsan csinálják, szerintem a Fluornak jót tett, hogy összeállt valakivel, és nem szólóban nyomja.
kicsit ezt a Fluor Tomis dolgot le tudja tenni. Gyerekek, hallottátok az ő dalaikat? Egy igen. Büdös rohadt szót nem értek már belőle. Itt az előbb kiabált valami, mert valaki, mert én trotty vagy. Simán, én ezt aláírom, és 40 évesen arra kellett rájönnöm, hogy nem értem már azt a szlenget, amit a Fluorék nyomnak. És több rádió többször leadta ezt a dalt, én kicsit felhangosítottam. Hát ha valaki megkérdezné, hogy ez miről szól, és mik azok a szlengek benne, a 900 ezeket nem tudnám elmondani. Hát gyerekek, azt mondja, hogy azt mondja valaki, hogy mi, hogy lol, hogy nyomok rá egy lolt, az mi? Te tudod? Hát egy ilyen kacagás lenne. Ja, hogy vicceset mondod. Azt mondjuk én azt pont értem, igen. Ez egy angol rövidítés, így van. Igen, ez egy angol rövidítés, és azt jelenti, hogy felnevettél azon, amit hallottál. Aha. Ezt általában én internetes csetelésekre vagy e-mailekre írják. Jó, de Feri megérti az olt. De az nagyon, és értek is hozzá. De nem, tényleg, olyan szavakat mondanak, ami egyszerűen nincs meg. De azt értetted, hát rögtön gondolom azért el is mosolyodtál, amikor azt mondta, hogy a heten fele csapatás, de simű, mint a herevasalás. Azt egyébként értettem, miért ezeket a hashtageléseket, meg ezeket a jólózásokat, ezeket te vágtad, amíg a lányod ezeket nem kezdte elmondani, hogy ez mi a fenéről szól, vagy ez mit jelent? Az van, hogy az én lányom tényleg 13 éves már, és nagyon komoly kommunikációs problémáink vannak. Tehát, hogy amikor megkérdezem tőle csak szimplán azt, hogy mit akar enni vacsorára, és úgy válaszol, hogy abból három szót értek. Az egyik az, hogy rántott hús. Azt nem kap egyébként. Szóval egyszerűen nem tudok vele beszélgetni. És ők ezt tolják. Nagyon jóló vagy, apa. Neked is jó éjszakát, kint sem aludj jól. Jóló? Jóló. Jóló, meg a hashtag, meg ezeket, hogy a nyomja a Fluor. Mi a jóló? Mi a jóló? Mi a jóló? Ki tudja, hogy mi a jóló? Jóló, az micsoda? Te tudod? Ne, megalázó, egy 10 éves mondja. De hát ez az ő nyelvük, tehát ez nem baj. A jóló az egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy egyszer élsz csak. Mi az a hashtag? Tudod? A hashtag az csupán csak egy linkelés, hogy be lehessen azonosítani a cuccokat. Ja, úgy, picit vettél hülyére bennünket, hogy fiasz, csupán egy linkelés, hogy beazonosítani a cuccokat. Ezt nem érted? Hashtag. Tehát hashtag az, hogy fölismerem Balást, az egy hashtag? Hashtag? Bejössz reggel és a kávépult mellett felismersz engem, és akkor mi hashtageltünk, Feri? Ez így nem tűnik túl racionális. Én meghashtageltelek téged. Feri, úgy meghashtageltelek. A hashtag az gyakorlatilag csak egy címke. Az igazából a kettős kereszt. Címke? Például a VH, azt tudjátok, mit jelent? Micsoda? VH. VH? VH, egy V meg egy H. Az a visszahívás. Kérek egy VH-t? Az a... Küldök neked egy VH-t, hogy hív vissza is. Csak annyit küldesz SMS-ben, hogy V betű meg H betű, akkor föl kéne hívjalak? Még szolgáltatónál lehet azt küldeni, hogy küldök egy visszahívást, és akkor azt hívják VH-nak. Aha. Ez konkrétan úgy van, hogy mondjuk én felszeretnélek téged hívni, de nincsen pénz a telefonomon, akkor elindítok egy hívást, megnyomom a kettős keresztgombot, és akkor a bizonyos szolgáltatónak a női hangja mondja, hogy az SMS sikeresen kiküldtük, és akkor te megkapod egy SMS-be, hogy mit én gipszi akap, kérte, hogy hív vissza. A visszahívás. Ezt viszont megtanulom. VH. Ez neked való. A 600 forintos telefonszámládat le tudod nyomni 300-at. JP, az mi? JPE. Ki tudja a JPE-t? József, Péter, Éva. Józan. Paraszti ész. Ez nem rossz. Józan paraszti ész. Az a JP, Józan paraszti ész. Igen. Egyébként ezzel nincs bajom, hogy alakul a nyelv, meg hát ez a mikorunkban is folyamatosan változott. Ez egy élő dolog, ezt a fiatalok bevezetik, ezzel szerintem egyáltalán nincs baj. Aztán a szveget írta valaki nekünk, hogy az pontosan mit jelent. Az azt jelenti, hogy te is tudod, én is tudom, hogy mi melegek vagyunk, de ez titok. Aha! Ezt jelenti a szveg. Uh-huh. Még laciek? Vagy mi van? Többször is, és smiley-jel válaszoltam. És te mindig te is visszaküldted neki. És ha jobban belegondolok, volt benne egy kacsintós is. 15 éves fiam sportol, sokat van távol, esténként ilyen SMS-eket ült, hogy jó 8, azaz jó 8. Üdv Felga, jó 8. Bali, karistolj oda a Toprongyhoz, és kérdezd meg, megnyomhatod-e, ez Borsodi Duma közben. Toprongy? Hát igen. De picit sem férfi sovinista Duma, úgy értem, a Toprongyhoz. Így közben jönnek nagyon jók, hogy tudjátok-e, mi az a, nem tudom, a román bombon, az a borsó, meg ilyeneket. De román bombon. De így van. Ezeket én nem, ezeket én egyáltalán nem ismerem már. Te tudtad? Mi flamozunk után román bombon, zabá. A fiataloknál már nem az, mint nálunk öregeknél. Igen, az a vodka bomba kataflám. Ez például is. Sose akarom, hogy a gyerekem fellőjön. Maradjon mindig 6 éves. Annyira ártatlan, annyira aranyos. Nem akarok, hogy kamasz legyen. Meg a sírkőmemre azt vésnék rá, komolyan mondod. De egyszer betolnék egy ilyet, nekem annyira. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt
a Best of Morning Show. Feri, fontos küldetésen vesz részt. Bizony. Ugye 7 órakor csekkolja az ORFK-BRFK akcióját, mi szerint ugye ők megígérték, hogy kitesznek egy trafipaxot a Teve utca, a Gömb utca sarkára. Mert hogy volt egy kezdeményezésünk, illetve pontosabban a BRFK-nak volt, amit aztán mi meglovagoltunk, és azt mondtuk, hogy nézzük meg akkor, hogy jó arcok-e. Ez pedig nem más, mint a Speed Marathon. Marathon, így Marathon. Van. Ugye társadalmi kezdeményezésre hívták föl a kedves állampolgárokat, és azt mondták, hogy akkor mondják meg önök, kedves állampolgárok, hogy hova telepítsünk ki trafipaxot. Hát mi? Meg is mondtuk nekik, két címet kértünk tőlük, az egyik ugye a 13. kerület a Teve utca, Gömb utca sarok, ahogy ezt Bali is mondta, a másik pedig a 13. kerület Névfürdő utca 20. Az előbbiről Feri tud majd beszámolni, a másikról meg Anna tudna beszámolni. Igen. Tudna? Tudna, képzeld el. És na egy mi? Picit félek, most féltem Ferinek a misszióját, ezért, mert hogy Annának nincsenek jó hírei. Na mi van? Hello Anna, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Hát nincs ott a Yard, kérem szépen. Én 4 órakor keltem, 3.30-tól lenne mérés 6-ig. Igen? Beizzítottam a 4 személyes kávéfőzőt, megvettem a műanyag poharakat, kértem a CS-ről ajándékot. Ne! De minden, hát vittem volna, ha lett volna ott valaki. És nincs ott senki? Nincsen senki. Ákos, mi újság ez a Népfürdő utcai trafival? Jó reggelt, kívánok! Hello. Egy fél mondat, most hívott. Azért titeket nem szokott felhívni a rendőrség fél 6-kor reggel. Ennek megmondom, hogy egy picit örülök. Talán örülünk is neki. Igen, most? Hogy azért nem találta ott Anna őket, mert az akció 6:00-tól indul. Öcsisaj! Hallották a megszólalást és becsörögtek? Így van. Holnap meg 3:30-tól mérnek ott 6-ig. És így fogalmaztak, hogy az mert akció kezdete? Mert ugye reggel 6-tól indul az akció, és az egy napos akció. Tehát holnap reggel 6-ig lesznek ott. Ha? Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy szürke füst van Újpesten. Nem tudjátok miért? Új pápa! Reggel 5 után a Duna Pláza és a környéke teljes füstben van. Elnézést, na mi a följelentet a füstöt? Mi van? Följelented a füstöt is? Komolyan olyan vagyunk már, mint ahogy hívják, mint a nagybani hajnal 5-kor érte. Mi van most? Gyalogoltam ki az Árpád hídhoz, döbbenet, olyan rossz a levegő, egy nagy köd az egész így, ahogy van. Kigyulladt egy szeméttrep a főváros 14. Ja. kerületében, mutatja Ákos. Az nem lehet, hogy a trafiknak ez egy átszázó füst? A Néprádiója vagyunk. Nincs olyan kérdés, amire egyszerűen nem tudnánk válaszolni. A hallgatók írnak, hozzák fordulnak, és a mi kis családunk, az itt dolgozó kis társulatunk minden meg tud válaszolni. Hoppácska! Tűzriasztó? Megint a rendőrség lesz. Igen? Az a baj, hogy közben na. leesett és kinyomtam. Ja? Hívjon még egyszer, legyen szíves. Ki keres bennünket? Az ORFK, BRFK? Nem, ez most a Pest megyei rendőrfőkapitányságunkhoz a szó. Mindenki minket keres. Ilyen, csak Vas megyéből ne csörögjön, mert hát akkor csekjön. Ez nagyon onnan durva. De mit akar? Na. Kérlek. Hiszerkesztőség. Kisdi Máté, szervusz, jó reggel. Most nem hallanak a hallgatók, közben adásban vagy, ez most elég bonyolult. Most leteszlek, elmondom a híreket, és utána visszahívlak, jó? Köszönöm. Szia. Várj, egy csörög a telefon. Hallod, ki az? A pápa. Halló. A Vatikánból keresnek. Most. Atyám. Jó? Okay. Így kezdtem, atyám. Ne haragudjon. Jó. Igen, visszaadom majd a Morbid Angel lemezeit. Feri már hétfőn lefőzte a kávékat, termoszba töltötte. Vasárnap levágta a sonkát, pénteken meggyúzta a tyúkot, szerdán megfőzte a húslevest, és most viszi nekik. Így van. Most felvette a bagria csizmáját, a bugyos nadrágját, a mellényét, lajbit, a kalapot, és kiment. És megköszönöm, hogy drága vezérem, szőröm, nagyuram. Hívjuk Ferit, jó? És megkérdezzük, hol van most, mi a helyzet a trafikkal, kik ülnek benne? Meg tudja őket szólaltatni, vagy áll-e más? Akkor a trafi már, hogy ülhetnek is benne? Ezt úgy kell elképzelni, mint igen. egy birodalmi lépegető? Igen. Aha. Tehát van egy trafi, és benne ül 3 pici rendőr. Igen. És néha jönnek az evók macik, és párgával körbe kötözik a trafi lábát, és eldől balra. És a készség nyugodt rá. Házadok. Na jó. Oké. Az a jó, hogy lassan tényleg 50 évesek vagyunk, nem? Tehát, hogy azért így bennünk szerinted sose késő felnőni. Tehát, hogy tényleg azért te 45 persze. év lassan, 40, és mindig az a legjobb poén, hogy a birodalmi lépegetők hangját utánozzuk, és ennek ennyire örülünk. A legjobb a világ, így lesz. Feri, jó reggel! Ja. Hello! Drága vezérem, szőröm, nagyuram! Akkor na. így kezdeném, és Janit szeretném kijavítani. Feri! Ott vagy! Menj bele! Ott vagy! Menj arrébb! Ott vagy a tévében! Ott vagy a TV2-ben, menj arrébb! Jó, így megnézem. Várj, az operatőr nem hallja ezt, hogy most kiabálsz neki. Nem Feri! Ott nem vagy! Nem ő próbált arrébb menni, de én akartam arrébb Feri! Menni. Na, ott vagy!
Benne van Feri, Feri, ott Feri. Van élőben! Nagyon király vagy! Feri! Feri! Na, igen, menj át nem a boxba, Feri, hanem a TV2 kamerájába! Ott van, tudom, hogy a kamerájába! Megint képernyőn vagy! Gyere be a TV2-be! Megint van saját is a rohadt élet belekeverték. Könyörgöm, 50 évesek lesznek. Csak mondjuk el annak, aki nem tudja, hogy mi történik, hogy közben a Mokka élőben tudósított a Gömb utca sarkáról, Feri pedig egy piros kabátba sétált hátul, és mi kiszúrtuk, hogy ott van a TV2. Én azt hittem, hogy egy régi híradót látunk, mert hogy akkora az új trafipax, mint egy rohadt nagy kamera. És Feri tényleg belesétált egyébként a TV2-nek a műsorába. Hihetetlen. Piros kabát van rajtad, Feri. Látod, hogy semmi értelme nincsen castingok? Járnod. Így is bekörülhetsz megint. Ennyi. Ott voltál megint. Ott voltál. Na mi a helyzet ott? Mi a helyzet? Soha még ilyen béke nem honolt a teve Gömb utca sarkán. Mondom nektek a csúcs mérést, amit eddig végrehajtottunk a trafipaxszal. 28 km per óra. Tudtál neki kávét adni? Vagy meg tudtad őket örvendeztetni? Engedték, hogy a közelbe fér közél a mérésnek? Oda mehettél? Nem hétfőn főztem le a kávét, ahogy Jani mondta, hanem múlt hét pénteken. A következő a helyzet, a poszton lévő rendőrök nem fogadhatnak el semmit. Na, a következő a helyzet, hogy itt áll mellettem kis Csaba rendőr alezredes úr, akivel régi jó nexusunk van már, és próbáltam kiszedni belőle különböző információkat. A legfontosabb, amit én szeretnék megtudni, hogy ez a trafipax, ami most itt a teve Gömb sarkán van, alezredes úr, szervusz. Erről nem beszélhet Csaba, de azért árul, de nekünk volt olyan, hogy valaki berongyolt a Teve utcai rendőrpalotába, és azt mondta, hogy gyerekek, a Morning Shopon most szervezi ezt a kis Teve utcai kitelepülést, tegyünk már oda, legyünk jó fejek. Nem tudok ilyenről, nem tudok ilyenről. Jaj, de és mosolyog, jó, értem. Én bízom benne is, elmondhatom biztonsággal, hogy lesz még ilyen akció ebbe az évben. Akkor újabb területet tűzhetünk ki magunk elé, hova küldünk egy trafit, srácok. Mi lelkesen küldjük az e-maileket már, mint a hallgatóink, tehát ha van ilyen lehetőség, akkor élünk. Élünk vele. Ezt mi nagyon szépen köszönjük. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek! Őt egészséget. Ja, köszönöm szépen, ez már nekem sok. Figyelj, tényleg örültek. És hát interjún kívül azért elmondták, hogy nagyon nagy röhögés volt azoknak, akiknek lehetett ezt a dolgot megcsinálni, amikor kiderült, hogy ezt mi szítottuk, ezt a kis dolgot, de örültek neki. Amikor leesett, igen. Azt írja Zoli, hogy azért egy banán dugjál a kipufogójukba. A biztonság kedvéért azért, hogy mégis a helyén kezeljük az ügyet, hogy azért mi történt. Jó, az a baj, itt a környéken 54 darab rendőr autóval, úgyhogy nem tudom, melyiknek kéne dugni. Imádnám, lefotózzák ott térdelve éppen, hogy próbálod beletunkolni a banánt az egyik kipufogóba. Best of Morning Show. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Én folyamatosan 7 évesnek érzem magam újra, hogy hallgatjuk ezt a Stayin' Alive-ot már reggel óta. Nem bírtad megszeretni, kicsit úgy érzem. Én nem vagyok az a kimondott Bee Gees fan. Lehet, hogy ez talán már ki is derült így az évek során, amiatt együtt dolgozunk. Lehet, hogy ezzel függ össze. De Travoltát azt nagyon bírom. A táncos filmjét kifejezetten szerettem. Jó ez, hát jó hangulatú lesz a beszélgetés. Tehát olyan kis vidám. Én kedvelem. Magát a dalt is, meg ugye az Airplane-ben, amikor ott táncolnak, és beláll a kés a hátába, és ott mutogatja, hogy vegyek ki, meg az is így táncol. Klasszikus jelenet. De nem fogod megszeretni? De hát a stílusosabb lenne, hogyha itt lenne mind a kettő kezével egy-egy koktél, és akkor itt lenne benne ilyen kis napernyő, meg lenne benne mit a olivabogyó, vagy ilyesmi, és akkor itt ilyen izék lennének, ilyen hawaii virágfűzérek lennének. Diszkó gömb, az kell. Hát az már mindennek az alja lenne, azt inkább. Diszkó gömb, de hogy mindennek az alja. Nagyon jó, az nagyon menő. Retrobulikon, hát az óriás. Nekünk a hálószobában is van fönt egy. Diszkó gömb. Aha. Miért? Hát. Szerinted? Na de várj, mert ha tükör van, azt megértem. Diszkógömb. Diszkógömb, és akkor meglövöd. És akkor megy a bugi, tényleg? Nagyon nagy. És forog is, tehát áramot is vezet, mert ugye van az, ami a áramot vezet. Van hozzá kis motor. Ne! Esküszöm. Tényleg? Hát persze. Ez tök menő. Ezért most megleptél.
Ilyen a buli. És kicsi mutattam. Apró, saját kézzel csináltátok? Tehát felvágtatok tükröket apróra? Nem, vagy? A béka kapta. Egyszer egy, nem tudom, 20. születésnapjára biztos, mert most 27, tehát az még benne van, és azt kapta, és föltett. Egy gálás díszjockey? Aha. Meglepte? Akkor még nem voltam az életében. Mi van még a hálószobátokban, hát, amilyen nagyon... Miről nem beszélek. Furcsa, furcsa, ezt meglepődnék, egyszer elmennék. Miért kell, hogy így szétszórja a fényt, hogy... hogy nagyobb felületen az enyémen, tudod, a békát nem bántjuk, az enyémet bánthatod, hogy így van, úgy a sok apró fénypötty jobban terít. Ha? De mi? Tehát a hálószobában általában sötét van. Nem? Hát a unalmasan, érted, nálunk meglőjük, aztán megy a csillogás. Úgy alszol el, hogy mennek ezek a körök nem a fejed alváshoz kell. Ja. Ja. De az unalmas, hogy a hálószobát ja, másra is lehet használni. Hát milyen maradiak vagy? Az a baj, hogy a villogó fények azok nálam mindig ilyen migrénes reakciókat váltanak ki, tehát nálunk nem lenne nagy sikere a dolognak. Az neked nem annyira szerencsés. Nálunk nem akkora a lakás, hogy több helyen lehessen csinálni. Gyerekszobában most már mégsem mehetünk hát kufircolni, úgyhogy klasszikus a hálószobások vagyunk. De van benne trükk. És akkor megbeszéltük, hogy ma gömbbel vagy gömb nélkül? Tehát, és a fényt is tudod változtatni, hogy mivel lövöd meg. Ja, hogy van egy külön spotlámpád, amivel lövöd a gömböt? Színes. Megőrülök. Megőrülök. Ez szép. És van olyan, üvegszálas kis simogatnivaló, ilyen kis szőrötök is, ami szintén ilyen... Az a lámpa, tudom. Tudod, ami változtatta a színét. Emlékeztek arra a lámpára? Ilyen üvegszálból állt, és változtatta a színét. Volt 6000 szálból, úgy nézett ki, mint egy ilyen izzós ündisznó. Azt próbáltuk korbásnak, de törik. De hogy van az, hogy ezeket... Igen, egy szállat kiveszel, az a viszont csikizi lehet. Hogy van az, hogy ezt, voltak korszakok, amikor ezt mindenki benyalta, és mindenki megvette mindenki ezeket. Mindenki megvette, és a... De nagy klasszikus. Lávalámpa. Az, lávalámpa. Az, na, a lávalámpa az mindennek az alja. Az olyan szinten gusztustalan, hogy én tudod, hány lakásban nem is értem egyébként, hogy, hogy lávalámpa. Miért, mitől? Láva nem így viselkedik ebben a közegben. Tehát helyesen más köze nincs hozzá, és ráadásul gusztustalan. Mennek föl a buborékok. Nevezd buboréknak, Ferenc. Nyugodt. Nevezd buborékok, soha nem buborékok jutnak róla az eszembe. De ez valami fényt kellett neked, és a meleg hatására indult el. Ugye? Tehát, ha lekapcsoltad, akkor nem történt semmi. Elindult a meleg, és akkor ott valamilyen kétanyag reakcióba lépett, és akkor a buborékot elkezdte keringetni. Egy rémségesen undorító dolog. Én még a mai napig látok lakásokban egyébként. Egy kicsit mindig ilyen zavartan félrenézek, és nem teszek rá megjegyzést. Szeretem. A legjobb nincsen, de szeretnék. Mit, lávalámpát? Mai napig lehet kapni a legnagyobb ilyen műszaki áruházakban, mindig megállok és 5 percig csodálom őket, viasz van benne, megolvad. Az a baj, egy ízlésről nehéz vitatkozni. Igen, így van, nekem nagyon tetszik. Színes bigyók vannak benne, úsznak, olyan, mint egy Galaktika címlap, mint azok a fantasztikus folyóiratok, hogy nyúlik benne. Én annyira el tudom nézni, hogy elengedi az egyik csepp a másikat. Nem, jó, ez a diszkőgő meg a lávalámpa. Az a baj, hogy nekem nincs időm, mert mindig a nejemre koncentrálok. Tehát, hogy nálad biztos, hogy belefér. Még egy kis üres járat benne, hogy hogy villog. Hát vannak előjátékok, hogy tudod? Hogy járnak a... Aha. Nézzük egyik 10 percig a lábalámpát. Nem csak, csak belecsapunk a lecsapó. Ez izgat. Ha már egy lávalámpa, és van ez a világító izzó sündisznó is. Emléked? Az nincsen, az nem tetszik, az tényleg undorító, de a lávalámpa szerintem menő. Jó, én voltam nálatok azért a csobogó szökőkutasarokban, az... Az elajándékoztuk, de kaptam, képzeld, de nem volt bedugva soha az életbe. Ott volt lettéve, tényleg látta a Feri. Műanyag, ilyen hát mint az akváriumban, amiket beletesznek, ilyen hínásszerű dolgok voltak, és hát kővel, és akkor beledugni, és akkor nekünk is ilyen kis pici apafehér múra áll. Igen, csak nekünk egy idő után azt hitte a macska, hogy az macska alom, és elkezdett rájárni. De. És tudod, amikor ott bugyog a... Ezeket régen ilyen nagy cserépedényekbe is árulták. Így van. Rohadt, ilyen kaspószerű nagy cserépedény, benne egy ilyen műanyag vízcsomagot, berarakták két követ egy műnövényt, bedugtad a 220-ba, és akkor a kicsit a vízköves vízen így keringett. Igen. Iszonyú. Egyébként hangilag nem rossz? Sokaknak van, és tényleg ne sértődjenek meg, de a szobában a bárpult és a lógópoharak, tehát én azt sem tudom, hogy van. Tök korrekt. Nála az is szerintem tök korrekt. De most csak így, hagyd mondjam el, hogy a mi lakásunk a... Tudtam, hogy ezzel lehet. Bocsánat, én meghalok. Én meghalok, rógra három pohár kis bárpult lámpával, rajta ez a folyóláva. Gordon's Gin, ilyen kivilágítós. Én megőrül. Az fontosnak tartott, hogy a 60 négyzetméteres lakásban a sarokban legyen bárpult. És akkor így bárpult, bárszékekkel is akkor mondta, hogy de azt elviszem.
Hallom, hála Istennek. Teszel meg, köszi szépen. Ne viccelj, ugye, nehéz, mert ugye nincs a jó vagy rossz. Hát mindenkinek a ízlése, ugye nehéz vitatkozni. Tehát én azt értem, ha vagy tudom, hogy hálószóval van narancsárga a fal, de valaki szereti, hogy narancsárga a fal, vagy mit tudom én, van a bizonyos színek, amiket és itt a mixer is! Én a ház külsejét is értem. És a tükör, akinek a plafonon tükör van hálószobában. Én láttam olyat hálószobában, és meg tudta indokolni, hogy miért. Jó, és egy idő után elhittem, hogy nem rossz ez. Nem tettem tükröt a hálószobába, de ő elmondta, hogy neki miért van tükör a hálószobába. Ő úgy tette a tükröt, hogy az ágy mögötti falon is tükör volt, és a mennyezeten ment tovább a tükör. És piros volt az ágynemű. Ja, értem. Együtt voltatok? Láttuk, igen. Ja. Igen. Azt közösen láttuk. De ő ott elhitette velem, hogy miért jó a tükör, és azt mondtam, hogy jó. És egy hiteles személyiségről van szó. Nem nektek, fiúk, én meggyőztetek tényleg. De tudom, mint régen a plakát. Hát azt is egy ország hitte, hogy az jó. A poszter. A poszter. Tehát a patakról, az erdőről, a Himalájáról vagy a tengerről. És ugye, mi maradt a szegény magyarnak, ha már nem tudsz eljutni az 50 dolláros valóta keretet, de akkor nézzed. Persze. És bementél a nagyszobába, és ott volt. Nekem ez tetszett, én azt bírtam. Tessék, a dumászi tízlésről. Meg lábalámpáról. Így van. Csak a mi plakátunkon atomtemető. Én ezt nagyon bírtam. Tehát annak van egy plusz hangulata. Tehát szerintem egy kicsit az agya stimulálja. Tehát, hogy látsz egy, itt tudom én, egy téli napon a szoba sarkában, vagy nem a szoba sarkában, a szoba egyik falán látsz egy ilyen tengerpartot pálmafákkal, az valahogy azt az érzetet kelt, hogy egy picit talán melegebb a szoba. Hát ennek abban a korban, nem? Amikor ez divat volt, szerintem nem ez volt az üzenet. Hanem ha nézzed, hülye, neked jó ez itt Kelet-Európában. Úgyse jutsz, mert nem engedünk át a határon. Tehát a 80-as években a Havannán meg kellett ragadni minden lehetőséget, hogy egy picit élhetőbbnek tűnjön. Már nevével is Kubában volt. Ja, hát igen. Igen. Ó, Istenem. Kinek volt WC, szintén poszter, kicsiben egy majom anya, kopasz gorilla fogta a kicsinyét, vagy szoptatta a kicsinyét. Nincs meg a majmos poszter? De. Megvan? Volt olyan ismerősünknek, volt ilyen. Én ezeket soha nem értettem, ezek az úgynevezett majmos ilyen... poszter nekünk. Igen, volt, ezek ajtó, én emlékszem, nekünk volt. Úgynevezett ajtóposzterek. Ajtóposzter, így van, ami vagy az ágyad, vagy a majom, egy olyan majom, ami ilyen tehát pici gorilla volt, még kopasz volt, és vagy feküdt, vagy fogta az anyját. És ezt 10-ből 10 panel lakásba bementél, és megtaláltad. Ez ott volt, vagy a WC mögötti falon. Ugye, mert azt is föl kellett poszterezni, hogy ne legyen már csak a sima fal. Volt, és ugye ez egy vas szerkezet. Igen, és az undorító ronda volt, és akkor ezt szebbé tette, szerintük. Meg az a kis szett, ami a WC ülőke, és a WC kefe, ahogy harmonizál egymással, meg a WC papírt tart, amiben halak úsznak, és világos kék, és van benne egy ilyen folyadék. Olyat láttatok? Ez micsoda? Nem, én vásároltam, én láttam ilyet. Tehát ez tök menő volt a 80-as évek végén. Olyan ülődeszk, amiben van egy folyadék. És halak úsznak benne. Ez mondjuk de nagyon pronyó. És akkor olyan WC papírt tartam, be szintén a hal úszik, ilyen rettenetes. Olyan primitív szerkezet, mint amikor megrázod a hógömböt, és akkor így... Ja, na, valahol az cuki. Hát nagyon cuki. És a WC kefét is abba teszed bele, és ott is halak úsznak. Három egyforma dolog. Három egyforma szett. Egyébként mai napig lehet kapni. Tehát tudok mondani címet, ha érdekel. Az a gömbös, az aranyos. És amikor bemész egy budiba, valaki ez elmész, és azt látod, hogy a Wunderbaum csillatosító föl van rakva a csőre. És így azt mondta, hogy ember. Tehát, hogy így maradt. Nyissunk ablakot, fújjál dezodort, valami, de hogy egy ilyen régi fenyőfa illatosító lóg le a WC-nek a húzókájáról, vagy a tartályról, tudod, és ott berakva egy vaníliás sárga, egy fenyőillatú zöld, meg egy málnás piros. És így azt mondta, hogy atya is, ez kemény. Nagyon kemény. Csinálsz róla egy fotót, és gyorsan kezet mosol, aztán eljössz mellett. Köszönöm, köszönöm. De milyen szép, ezek pillanatban, hogy az ember elgondolkodik, nem? Ezek régen nagyon sok helyen voltak. Nagyon. Nagyon sok helyen láttál ilyet. Középiskolás koromban volt egy nagyon kedves haverom, aki kezdve elég sűrűn jártam föl, egy nagyon szűk WC-jük volt, és náluk a WC, az ajtó, vagy WC-n az ajtóposzter, egy ilyen pataki ág is reklám volt, és érte, elég sokszor kellett ott végezni a dolgot, és ülsz, és szembe veled 15 centire ott volt ez a gyönyörű nő. Tehát, hogy így, de olyan fura volt azért mégis, tudod, mindig beültél, és akkor így szemkontaktust kerestél vele, és utána pedig nyomtál. Tehát olyan picit fura. Picit fura. Fura volt, igen. Bejárati ajtó mellett angol díszőrségi tiszt poszter. Igen, hallgató. Igen, hallgató. Medve kucsmás testőr. Igen.
És én nem értetted, hogy szia tesó, te. Így van, hello. Azt értem. Hello. De hogy, illetve szerintem inkább most akkor... nem érted, akkor így azt nem is mondtál semmit, mert nem. Vagy a te lakásodban volt a Wunderban, vagy ott volt egy plakát, vagy volt egy szökőkút. Menő számítottak. Volt, persze. Hát vitrín, vitrín és benne értékes porcelánok, vagy aha, annak vért porcelánok. Igen. Igen. Liba pásztor akkor, lány. Igen, és akkor kis ilyen horgolt terítők alatta. Igen. Az is nagyon menő volt. Én amitől még, ami nekem például sose volt, de nagyon sok helyen láttam, az a, azok a hatalmas nagy arany, aranyozott, hát ilyen réz, vagy nem tudom, műanyag kázi órák a falon. Arra emlékeztek ami például? Mint egy csuklóra rakható a csukló, csak kint volt a falon, aha. És ennek ugye megvolt az óramutatója, illetve meg volt a hal verziója, amit szintén fölraktak, és mozgott a nagyon falon a hal, volt. Tudod, és akkor így bekapcsoltad, és énekelt a hal a falon. Műanyag, ami úgy volt megcsinálva, mint a fa lenne, tányér, az megvan, benne műgyümölcs. Tessék. Hát nem tudom, de hát az, az erje. De az mit az mutatott, az elé, mert nem hogy nem venni. Volt pénzed, és kiraktad igen. A gyereknek a banánt? És narancsot tettek bele, műgyümölcs, banánt, mostuk. Ez egy nagyon szomorú valóság, hogy azért az. Tetted ki, mert megvenni nem tudtad, és kiraktad, hogy mégis ott legyen hát, az illúzió, igen. Vagy kiraktad, mint egy ilyen kis kompozíciót, ami feldobta az asztalt. De tudtad, hogy a banán csak pult alól tudod megkapni télen, ha jóba vagy a zöldségesen, mert egyébként ugye nem volt nálunk banán. Mindig volt banán az asztalon, volt egyébként. Mű banán, sokszor, és sokszor oda is nyúltak. Kedves vendégek, tőle aztán így egy hatalmas nagy ilyen réznek tűnő, egyébként marhára nem rész, csak ilyen rezezett tálunk volt, egy ilyen gyümölcs tartottál, és ahogy beléptél az előszobába, ott volt az előszoba asztalon, és ahogy mondod, volt narancs, banán, ananász. Érted? De miért? Megkörte. Megkérdezném a szüleimet visszautazva, vagy inkább a nagyszülőket, nálunk Pécset volt mindig a nagyszülőknél, hogy miért? Nagy, mondd meg nekem, miért tetted ki? Vitamin a szemnek. Jobban érzed magad. Nem tudod, megkívánod, rossz, hogy nyomasztod magad, hogy de jó lenne, ha tudnál lenni mondjuk banán, de nem tudtál, mert nem volt pénzed, nem adtak pult alal, ugye? Hát volt az igen, hát nonsense belegondolni, hogy nekem az volt a legnagyobb álmom, hogy az első fizetés, sőt, meg is valósítottam, hogy az első fizetésemből annyi banánt vettem, hogy amit mennyit nem tudtam megenni. Szerintem rémségesen ronda például, amikor valaki sörös dobozokat gyűjt a szekrény tetején. Én tudom, hogy az is egy szenvedély, de hogy az... Az is volt nekem. Jó, de álltok minden. Szerintem mennyi volt? 150 darab? Körülbelül volt olyan haver, akinek 300 volt. Fúj, de és tudod, porosodnak, rondák, leborulnak, és így az egész... És ugye megittad általában. Szörnyen néz ki. Fél. Illetve akkori fejjel nyilván nem most már, ha bemegyek valahol és látom, azt mondom, hogy tőlem távol áll, de nyilván valaki szereti, nincs ez a baj. Annyi sörmárka nevet tudok, soha nem ittam őket, de iszonyatosan sok volt. Imádtam őket. Imádtam. Nagyon mutatósak voltak. Valószínűleg egyébként nem lesz ilyen 20 év múlva. Nem. Ami ennyire, nem is azt mondom, hogy kellemetlen, hanem ami ennyire megváltozik. Itt írják még hallgatók, hogy ventilátoros csillár. Ventilátoros csillár. Sok helyen volt. Sok helyen volt. Légkondi, de nem tellett, érted? Meleg akkor is volt. De legalább forgatta a jó meleg levegő. Igen, hát ezek nagyon jók voltak. Nálunk a tévén volt a terítőd, Gábor. Azt sokan csinálták. A tévén a terítő is egy picit a tévén belógott. A terítő picit belógott, és a terítő még valami kis ugró porcelántigris. Vagy porcelán hal. Az üveges, az a színes, azt írják igen. Is több hallgató, hogy színes üvegből volt, színes csíkozású üveg, üreges testtel. Fú, nagyon, és egy kicsit görbült fölfelé. A másik, azt is nagyon sokan írják, szamovár. Szamováratok volt? Nekünk nem. Nekünk nem. Borzalom szerintem. Borzalom. Maga az elmúlás, én ránézek egy szamovára, és így borzalom. Nekünk... Pedig tudom, hogy milyen szép, meg mire használható. Nekem apám volt Kijevben, és akkor azzal tért haza egy nagy szamovárral, és két kicsivel, egyikbe se főztünk soha teát. Na ez de te nem is az, hogy nem főztél, te gyerek voltál, frusztrált, hogy nem érhettél hozzá, frusztrált, hogy soha senki nem nyúlt ahhoz a büdös szamovárhoz. Nem értetted, hogy mire jó, csak nagyon nagy volt, drágának nézett ki. Csillogott, villogott, de a büdös életben nem láttad, hogy azzal mi történik. És volt egy tárgya lakásban, amihez soha nem nyúlhattál hozzá. Megvan? Bizony. Valóban elmentél, a szamovár, ne nyúj hozzá, tudod. Hát akkor az egy családi örökség volt. Apákról fiúkra szállt a szamovár. Nekünk nem volt, de nagyon sok helyen volt, ha minden lehetett játszani, a szamovárhoz nem nyúlhatsz. Senki. De még csak nem is főztek benne semmit. Ezért volt csak kellemetlen, mert ugye nem főztek benne egyáltalán, de lehetett volna benne vizet borralni, csak hát ugye mi nem használtuk, csak ilyen dísznek. Nekünk nem sok család mondhatja el ezt szerintem magáról, nekünk volt például citeránk is. Falon? Aha, de fönn, a szekrény tetején citera. És használta valaki? Apám tudott citerázni. De használta? Hát nagyon ritkán, hála jó Istennek. Én nem nagyon szeretem a citerát. De nagyon menő volt. Festett, faragott? Nyers fa. A zene volt a lényeg, nem a látvány. Hát persze, puritanizmus, mi? Igen, szóval érdekes, igen. Hogy az menő vagy ciki, nem?
Mamák cikk. Ma már, akkor az inkább egyfajta, az ilyen dolgok egyfajta státuszszimbólumot jelentettek. Hát nagyon sok mindennel nem tudtál ugye akkor hivalkodni, tehát nem arról volt szó, mint most, hogy akkor nagy kocsi, vagy medence, vagy nagyház, hanem ezek a kis apró dolgokkal éreztettette a rokonsággal, hogy azért itt van mit a tejbe aprítani. Nem? Vajon egy cég forgalmazta például ezeket a posztereket? Mert azok milliárdosok lettek. Biztos, hogy egy cég? Nem lehetett akkor még. Tudod, de amikor megszórtad az országot egy ilyen nagy szobában fel lehető kis poszterre. És volt négy fajta. Négy fajta volt, és abból megvoltál. Hát igen. Jó, nagyon jók voltak. Üres piás üvegek. Fönt a szekrény tetején. És most nem, a lélektanát nem értem, hogy arra vagy büszke, hogy megittad, arra vagy büszke, hogy megvehetted nem, és megihattad. Az van, hogy legtöbb esetben nem is te ittad meg. Tehát, igen, már csak az kaptad valahonnan, igen. Figyelj, nem volt olyan lakás, illetve az a lakás nem volt menő, ahol ha bementél, nem láttál VAT 69-es üveget. Az megvan nektek? Persze. VAT 69. Soha nem ittam, senkivel nem találkoztam, aki ívott volt. Mindenki ismeri, mert az üveg nagyon jól mutatott. Igen. Rézmozsár, anyám a mai napig gyönyörködik benned, egyszer kidobom, úgy utálom. Hát az nem az értékan az a kára van. Igen. A velencei műanyag hajó, világító forgózenélő, megvan? És még volt ember is a végén, és ment az ószó, lemi. Az nekem nincs meg. Igen. Ivó kacsa? Az mi volt? Vagy a gólya? Gólya. Igen. Pohárba kellett, vizet iszik, kellett elé tenni. Iszik. Nincs meg? És a vizet mindig pótolni. Nem, nekem madarak iszik, voltak, amik egy ketrecbe ültek, vagy egy ilyen kis kalitkába, és akkor forogtak ide a csőrikemben még valami, és akkor ment az elem benne, és forgott ide-oda. Ugyanez volt, hogy ivott a gólya? De abban nem volt elem, az ugye valami fizikai hatás folyamán kezdett el bólogatni. Nagyon. Olyan is mindenkinek volt szerintem. Jó, tikit a kigolyog, egyik végéről megindultunk, másik végén enén, az is. Itt óriás. Drága volt az akkor? Az vagy csak megvetted, mert jól nézett ki? Az elemes volt figyeles egyébként, szerintem, tehát az tudott menni folyamatosan is. Az nem volt olcsó. Azt szerintem azért nem tikit olcsó volt. Az nem. Ami olcsó volt, az a az legény volt. Leányos hőmérős kisház. De szerette. Az millió az helyen volt. Az nekem volt. De én azt imádtam. De hát az állítólag ott az tényleg működött. Tehát igen, ez egy barométer alapú dolog volt, hogy érezte, hogy milyen a nyomás, és amit jó idő van, kijött a fiú, ha rossz idő lesz, kijött a lány, vagy lehet, hogy pont fordítva, de hogy amíg el nem rontottad, mert gyerekként állandóan ezért cseszegetted a fiút, visszanyomtad, addig az elvileg tényleg működött. Azt hiszem, hogy egy ilyen spirálhúgos rendszerű volt, igen, ami ugye a hőtágulásra, hogy a hő hatására ugye tágult vagy szűkült, és akkor valahogy úgy irányítgatta a legényt meg a leányt. Madaras cigitartó, gyerekek, egy nagyon csúnya műanyag, az aljába veletetted a cigit, kivetted a dobozából. És a madárnak a szájából jött ki. És a csőr, a madár így lebólintott, és ugye a csőre pont ráment a cigire, igen, és kiemelte a cigit. Hát, és egy gombot kellett nyomogatni. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Aki szokott panaszkönyvet kérni, aki szokott beírogatni, aki kicsit úgy érzi, hogy őt nem lophatják meg egy étteremben, nem csalhatnak, és nem lehet rossz az étterem főztje, és szeret panaszkönyvet figyelni, az imádni fogja, szeret panaszkönyvet kikérni és beleírni, az imádni fogja a következő pár percet, mert hogy hát panaszkönyvekről beszélgetünk, és arról, hogy az ember egy étteremben milyen kifogást talál, ugye többfajta vendégtípus van, van, aki direkt keres kifogást, hogy ne kelljen fizetni, van, aki csak szőrszálhasogató, van, aki pedig csak szerencsétlen, és mindig az ő lebbencs levesében van a hajszál. Ugye van a szerencsétlen típus, aki hát tulajdonképpen nem akar reklamálni, de mindig rosszul jár. Lásd, Jani. Jani nem egy reklamálós típus, de 10-ből 8-szor én jót teszem, neked elszúrják, hajszál van benne, vega helyet békön tesznek rá. Tehát te nem tudsz egy helyen zökkenőmentesen megkajálni, úgyhogy ne érjen atrocitás. Miután ezt észrevettem. Miután én elfogyasztottam az ebédeti étterem, mindig érdemes megnézni a tányéromnak a szélét, hogy mi van ott. Ki oda. Igen, néhány amalgán tömés. Mit az indul a bakterházba. Legyek cipőfűző. Igen, legyek cipőfűző. Üveggolyók és egyébként zsebkönyvek. De a panaszkönyvig te nem jutsz el, vagy szoktál írni? Nem, ezt figyelj, ezt szerintem bármilyen étterembe mész, ez azért időnként így benne van a pakliba, hogy mit tudom én, egy hajszál. Hát időnként benne, na de ami nálad van. Ja, de hogy hülye vagyok, hát te nem panaszkönyves vagy, te levelet írsz otthonról.
ugye? Hát persze, hát idő kell hozzá, megérted. Meg otthon van F7-es gomb. Igen, nem tudom, hogy, de egy internetes lap összegyűjtötte a legnépszerűbb, legemlékezetesebb éttermi panaszkönyv beírásokat. Hát ez egy érdekes dolog, ugye, hogy ezt most kikérték, vagy körbejárták, vagy bekérték a panaszkönyvet, nem tudom. Minden esetre összeszedték azt, hogy milyen vicces beírások voltak már panaszkönyvekben, és ki mit írt be, ki mire fogta, ha nem akarja kifizetni a számlát. Nézi ezt valaki? A panaszkönyvet? Ezt elvileg bekérik ellenőrzésre a panaszkönyvet. Elméletileg a tulaj vagy a vezető is illene megnézze ezt a dolgot, de az igazi veszélyforrás az az, hogy a hivatal jön és az néz bele. Bizonyám, tehát az vagy bekérik, vagy belenéznek, ugye? Hmm. Hogy ha beírásod van, az be kell küldeni. Talán így van, és akkor neked, tehát az neked, mint étterem a rossz. Ha én azt szoktam mondani, hogy már odáig, tehát ha nem tudod kezelni a vendég nyűgét, baját, ami vagy jogos, vagy nem, és odáig eljut, hogy panaszkönyv van, az már tényleg nagy baj. Igen. Tehát, hogy ezeket lehet azért, meg lehet dumálni. Mondjuk, ha nálatok, mondjuk Balázs kikérni a panaszkönyvet, attól ne tartsatok, úgyse tudja elolvasni senki. Én ezeket a kérdőíveket se töltöm ki, egyrészt azért, mert rohadt rondán írok, de hogy egyszerűen nem. Szörnyű volt az ajánló voltunk hétvégén. Sok szempontból a gyerekek élvezték, de nem volt erőm, hogy kitöltsem ezt a kérdőívet. De volt valaki a családban, aki viszont erre szentelt egy kis energiát, hogy valakire mindig számít. És ő gyöngybetűkkel ír. A jó az, csak ezt nekem kellett leadni a recepcióm. Próbáld, hogy összehajtani, tudod, félbehajtani, ne nyissák ki, ne olvassák el. Kitépted az oldalt. Majd, ha már nem vagyunk ott, akkor elolvashatják egyébként, igen. De hogy nincs energiám. Én nem hiszek abba, hogy ettől jobb lesz. Kitöltesz egy ilyen szórólapot ott a hotelben, vagy bárhol, hogy most akkor elégedett, hogy a szolgáltatása, honnan hallottál, tényleg forró volt a húsleves, ráhúzott, hogy nem volt forró, jobb na lesz. Könyörgöm, tehát azért írsz be, nálunk is volt ilyen vendég, aki mondta, hogy meleg a leves. Hát mondom. Jó napot kívánok, így szoktuk adni. De érted? Csak azt mondta, hogy az gyümölcsleves, Feri. Nem, de nem az volt, hanem húsleves, érted? Tehát, hogy onnantól kezdve azzal nem tudsz mit csinálni. Én bízom azért benne, hogy ezeket tényleg elolvassák és megfogják a tanácsukat. Én azért szoktam ötleteket adni, hogy mi lehetne változtatni. Visszamész ellenőrzöd? De miért, de benned miért van ez a, nem is tudom, ilyen ez a... Tehát, hogy te ezt kicsit úgy élvezett... Tessék, hogy benned van egy ilyen megrendszabályozási szándék. Igen, egyrészt ha rossz volt, nem mész vissza. Nem? Tehát rossz, tehát nem mész vissza. Tehát most, mit érsz el azzal, ha belejössz? Kicsit kielégülsz tőle? Te kicsit kielégülsz, mert ezt szereted, én ezt észrevettem. Igen, mert azok a másfél percek, amik egyébként tehát amikor kell. Megkérdezik, közösen eszünk való János, és megkérdezik, hogy milyen volt, tudod, és már jaj, ne. 8 percen keresztül elemezzük a túrós táska és a túrós csúszának a tésztának a színét, és a csúszásságát, és a túrosságát, és az állagát, hogy neked hogy van energiád. Igényes. 4,5 percen keresztül beszélj lebencslevesről. Igényes vendég. És én úgy szoktam szeretni, és én otthon úgy, és elmondod, hogy készíted. És ott már pincér is, már látom, hogy már vakarózik, már ízé, a haja égnek áll, ez úgy kell csinálni, és te kicsit előadod, hogy csinálják meg azt a leves. És amikor például elkezdik olvasni mondjuk ezeket a kis kérdőíveket, és látja, hogy valaki beírt oda, ahova az egyéb kategóriába, és elkezdi olvasni, hogy mit ír, azt mondja, hogy ezek a konditermi gépek már elavultak, és hogy a legújabb edzésmódszerek alapján leginkább a szabadsúlyos edzésre kéne csinálni, és jó lenne, hogyha vennétek néhány erőkeretet is, mert különben ez a hülye? És ezt beírod? Simán volt már ilyen. Na, nézzünk egyet-kettőt, mit írnak. Az önök szakácsa, ez igaz, tehát ez nem kamu, ezt nem valaki kitalálta, ezek tényleg igazi panaszkönyvekből vannak. Az önök szakácsa túl ronda, és egyáltalán nem... Hát de ez most miért? Figyelj, az önök szakácsa túl ronda, és egyáltalán nem olyan, mint Laci bácsi a tévéből. Szerintem magukat átverte, kérem, a saját érdekükben vizsgálják ki az ügyet. Írja valaki, vagy írta valaki a panaszkönyvön. Halásztrét rendeltem, és spagetti volt benne, és még kenyeret sem adtak. Hát hülyék maguk. Nem spagetti, csak hosszú gyufa bajai. Ma már a harmadik étterembe jöttem be, hogy végre marha pörköltet egyek. De sehol nem akarnak adni nokedlit. Mindenhol csak galuska van. És azt akarják hazudni nekem a pincérek, hogy az ugyanaz. Hát az apjuk. És ez a mondat, érted a vége. Nagyon jó. Következő nagyon okos. A köretként felszolgált burgonya nem volt megpucolva. Rajta volt a héja. A húst azért megsütik? Kérdezi valaki, nyilván héjában sült burgonyát kapott, ugye nem tudta nagyon hova tenni, igen. Ez mondjuk szellemes, de jó. Illetve nem szellemes, ez igaz, tehát erre lehet, hogy én is beírnék. A pincér leöntött egy korsó sörrel, utána meg rámborított egy tányér pacsal. Azt mondjuk, lehet, hogy nem vagy túl szerencsés, igen. Ma a férjemmel betértünk az önök éttermébe ebédelni, de a pincérek be vannak.
Kérem a felszolgálás minőségének emelését. De milyen szép, látod? De milyen szép, tehát, csak ennyi, ő csak ennyit kér, hogy legyen egyen jobb. Tisztelt étteremvezető, tájékoztatnám, hogy az éttermében a mosdók állapota több, mint felháborító. Az ülőkék konkrétan le vannak kemve. Ral. Aha. Mind a négy fülkében. Végig mondjuk itt megértem, hogy beírt. Mondjuk hát, erre megértem. Lehet, hogy erre beírnék, igen. Húslevest kértem májgombóccal. A pincér meg hozott valami egy csészében. Szellemes nagyon. A pincértől kólát rendeltem, de ő véletlenül ananászlevet hozott. Allergiás vagyok az ananászra. Ha valami bajom lesz tőle, perelni fogok. Tisztelt hölgyem, jött válasz. Választ elérni? Tisztelt hölgyem, a tévedésből elcserélt italt nagyon sajnáljuk, mindazonáltal nem értjük, hogy amennyiben valóban allergiás rá, miért itta meg? Válasz, mert finom az íze, és szeretem. Jézusom. De jó egyébként tényleg, tehát hogy kérsz egy kólát, tudod, hogy allergiás az ananászra, de azért megiszod, ugye? Hogy azért ez így kemény. Távozáskor a felszolgálójuk indulatosan szólt hozzám, és megfenyegetett, hogy rendőrt hív. Igaz, hogy véletlenül elfelejtettem kifizetni a számlát, de akkor sem kéne így viselkedni. Na. Tényleg feláborító. Egyébként tényleg szemét dolog, igen. A pincérek bunkók, és szerintem fancőr volt a rizsben. Azt mondjuk én se tudom soha eldönteni. Hogy ez mi? Hát azért az... Én arra próbálom fogni, hogy a hajszál, a rövid hajszál hőkezelés hatására összeugrik, és akkor lesz ilyen kis bongyorka. Akkor igen? Akkor hasonlít. Hát legalábbis ezt próbálom mondani, ha valahol van benne. Ráadásul férfi. Tudod, végez ott a letolaírva. Illedelmesen megkértem a pincért, hogy nem lehetne csinálni egy kis grízes tésztát nekem, amire ő bement a konyhára, és még itt az étteremben is hallottam, ahogy röhögnek és gúnyolódnak rajtam. Nem mindenki gazdag ám. Jogos. Igen. Én szeretett volna enni egy grízes tésztát, de nem kapta meg, igen. Nagyon jó, nagyon szellemes. Nem kéne feltenni az étlapra valami olyan kaját, amit szeretek? Az igényes, igen. Ez jó. A WC-ben nem volt WC-kefe, úgy hagytam. Ez egy neuralgikus pont, igen. Aha. Igen. A felszolgáló csajnak túl mély a dekoltázsa. Minden pasi őt nézi. Ez nem zavarja az étterem vezetését? Nyilván egy nő írta. Írja nekünk, ugye. Igen. Vagy írta valaki a panaszkönyvben. Szerény dekoltázs. Igen. Egyébként meg nem. Nem zavar. De ez tök jó, mert hogyha ugye az előbbire is válaszoltak, én is ennyit írtak volna, hogy nem. Üdvözlettel az üzletvezető. Igen. A kis felszolgáló hölgy pofán öntött egy korsó sörrel, pedig csak azt mondtam neki, hogy szép kerek. Felháborító. Hihetetlen, tényleg. Tényleg beírod. Felháborító, írja. Igen. Következő nagyon rövid, nagyon szellemes. Az étel hideg volt, a pincér meleg. Melyikkel van baj? Ja, mondjuk ez nagyon durva. Feri, ez remélem nem nálatok történt. A felszolgáló olyan részek, hogy a pulton fekszik és hány. Nem, ott csak a tulajdonos szokott, tudod. Szerintem ki kéne neki hívni egy mentőt, mert már egy órája ott van, és felháborító, hogy minket meg nem szolgál ki senki. Azért ezt a klímót megnézném. Azért az milyen elegáns helyre. De milyen fekszik nyugodt a vendég, hogy vársz egy fekszik órát. A pulton, fekszik a pulton, mert rosszul van, és nem mentőt hív, hanem beír a panaszkönyvbe, hogy szerinte ki kéne hívni a mentőt. Azért, amire nem gondolsz ilyenkor, az a panaszkönyv, nem? És hétvégén olvassák el, tudod. És még mindig ott és fekszik még a csávó akkor. Igen. Akartam cigit venni, de maguk nem tartanak. A pincérek meg nem adnak a sajátjukból. Igaz. ez nagy. Igazi vendégszeretet mondhatom, pedig kifizettem volna. De mit képzel? Tényleg. Nagyon jó. Pizzát szerettünk volna vacsorázni a családommal. De a pincér azt hajtogatja, hogy nekik nincs olyan az étlapon. Mi ezt értjük, de attól meg miért nem tudnak csinálni? Liszt meg víz az egész, nem? Na, meg is fejtette rögtön. Liszt meg víz az egész. Hát mennyire egyszerű? Mennyire egyszerű ezt csinálni? Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello! Na, te István vagyok Szolnokról. Kértél panaszkönyvet, vagy étterem tulajdonos vagy, és neked kértek? Mesélj! Nem, hála Istennek nem vagyok étterem tulajdonos, nem lenne hozzá lelki erőm, de a legelső panaszkönyves élményemet azt el szeretném nektek mondani. Édesapámnak volt szülinapja egy jó pár évvel ezelőtt, és úgy döntöttem, hogy egy kicsit kimozdulva, Szolnoktól durván egy 50 kilométerre, nem akarom mondani a települést, van egy nagyon klasszikus betyárcsárda, amit úgy találtam a neten, és úgy gondoltam, hogy akkor menjünk el oda egy ilyen ünnepi vacsorára.
és kis család kocsiba ült, elindultunk a sötét éjszakába, és megérkezve a vendéglőbe, viszonylag kevesen voltak, szépen nekivetköztünk, levettük kabátot, mindent, és gyönyörűen meg voltak már terítve előre az asztalok, kés, villa, mindenki volt téve, nem készülve, hanem általában minden asztal így meg volt terítve, hosszú lelógó abraszokkal, és amikor le akartunk ülni, kihúzva a székeket, az egyik széken egy irgalmatlan nagy ronda vörös macska szoptatta a kölykeit. Nagyon jó, de hol az asztal alatt? Nem, a széken, a széknek az ülő lapján egy nagy ronda, ilyen kopottőrű nagy ronda vörös macska két kölykét szoptatta. Úgyhogy hát így nagyon nem is ültünk neki a vacsorának. Miért? Hát de annyira ez nem durva, hogy készültetek? Hát nem, csak ugye abból kiindulva, hogy nem tudni, hogy még azok a macskák hol jártak. Ja igen, hogy hova ültek föl, mihez igen, értek igen, hozzá, igen. Igen, tehát nem biztos, hogy csak a szék lapjáig jutottak, hanem följebb is, úgyhogy hát ugye az étteremben azért nem szoktunk hozzá, hogy így macskákkal szoktunk találkozni. Úgyhogy így kikértük a panaszkönyvet, és ugye ami ebben egy kicsit még csavar a dologba, hogy akkor édesanyám pont a fogyasztóvédelemnél dolgozott, úgyhogy mi apuval kis sompolyogtunk az autóba, és hát anyu egy 20 perc után jött ki egy szakmai vita után a főnök úrral, és kitöltve a panaszkönyvet elhagytuk a helységet, úgyhogy még egy 50 kilométer után Szolnokon végül is meg tudtuk ünnepelni a szülnapot, de ez egy maradandó élményt okozott. De azért, le a kalappal, hogy ilyenkor még van energiát, tehát, hogy ilyen panaszkönyvbe írni. Hát anyunak. Igen, anyunak. De hogy mama itt pótlapot is kért. Nem, mama csak írta magából a traumát, igen. Igen, hát az volt a gond, hogy már ugyanaz az asztalnál így akkor vacsoráztak, tehát ezt nem mondták nekünk, mert akkor ugye másik asztalhoz ülünk, de meglepődtünk, hogy így már ott fogyasztanak. Igaz, hogy a kismacskák szoptak, de hát végül is volt fogyasztó vendég az asztalnál, úgyhogy azóta sem jártunk arra. Oké, köszi, hogy elmondtad. Csáó Isten. Én is köszönöm. Hello. Sziasztok. Hello. Én egy mobil szolgáltatónál dolgoztam nálunk, azért írtak a panaszkönyve, mert nem adtunk el buszjegyet. Hát, ugye, ha hát, arra van igény. Egy paraszt étteremben vacsiztunk, ahol így fogadtak minket. Szevasztok, parasztok, jöttetek zabálni? Így áll boszorka, hadd nőjön a csöcsöd. Nekünk nem volt gond. Tudtuk, hova jöttünk, de jöttek 60-70 év körüliek. Vártam, mikor kérik ki a paraszkönyvet. Ez Magyarországon van ilyen, mert a világban én már hallottam ilyet, hogy... Én már meg csak így primibe, hogy hol van ez a helyen megyünk. Tényleg. Ezt nem lehet komolyan venni, nem lehet megsértődni, hát annyira szélsőség. Viszont a panaszkönyve dicséret is írható, tudtátok? Az Obinál és a postán kifejezetten dicséretet írtam nekik, eredménye is volt, mert ők pénzjutalmat kaptak azért, hogy kerestek megoldást, és kedvesek voltak velem, Melinda Siófokon. De jó. De ezt te honnan tudod, hogy ők kaptak? Visszamentél a postára, igen, és akkor mondták, hogy köszönjük szépen. Kedves Melinda, nem írna bele még valamit, mert hátha lesz fizu emelés. Bejött a nénik, és kérte a panaszkönyvet, mi egy pékség vagyunk, a pékség előtt volt egy kátyú, ő belement, és kár keletkezett a kocsi. Na, ja, na, eltipikus, igen. 60 percet vártam a szalonnás tojásra, kihozták félig nyercsen, a pincér úgy dobta elém, hogy kértem a panaszkönyvet, és beírtam, ha kicsit lassabb lenne a kiszolgálás, kikelt volna a csirke. Ezt kopasz küldte nekünk. Szóltam a pincérnek, hogy haj van a levesemben. Mire ő 550 ér, mit vártál? Parókát? Én nem írtam bele a panaszkönyvbe, egyszerűen beleragasztottam a rántott szeletet. Szép napot nektek, Bob! A Bakonyban voltunk egy étteremben, kijött a pincér, rendeltünk, eltelt egy kis idő, majd visszajött és elmondta, elnézést kérek, de nem találom a szakácsot. Ezt Dóra. Hát mi volt gond az étellel? Dóra küldte nekünk. Hisz nem volt. Egy siófoki étteremben kértünk 3 pizzát, a mellettünk lévő asztalnál egy kisebb lakodalom zajlott, nyilván velünk senki nem foglalkozott, 40 perc után hozza a pincér a pizzákat, nyújtottam a kezem a tányérért, erre a pincér vigyáz, tűzforró. Természetesen jéghideg volt a tányér. És egy pizza szélén ott volt ráigva a nejlon csomagolás. De szerintem a vigyázz tűzforró nagyon nagy képű duma. Szerintem az óriási. Abban van csibészség. Vigyázz tűzforró. Vigyázz, tudod, most hoztad a mikróból, kiolvasztottad. Vigyázz tűzforró. Egy légy volt a levesemben, szóltam a pincérnek, mire a válasz teljesen ártatlanul. Jó, de nem én tettem bele. Let me sing it out. Oh, Mary Jo, I got pockets full of soul. I got pockets full of soul. Da-da-da-da. És most, hölgyeim és uraim!
öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Rikasi Karcsi teljesen ártatlanul kiposztolta, hogy milyen szép lett az ő kertje. Ők és erről tett egy Facebook posztot föl az ő oldalára. És még ráadásul ugye hozzá is írta, hogy ő mit csináltuk ketten a Gerdával, és hogy milyen szép lett, és a saját kezünk munkája majd másnap. Így van, valaki kiszúrta a képet a Facebookon, a Léma Petunia! Hallod, öcsi, majdnem 300-ba kerül a szem. Ne, akik lopnak a petúniát, nem ismerik meg, szerintem. Ma max a kaktusz. Lila orgona, vagy a kövi rózsán. Bemászta a Karcsihoz, és kirabolták. Hát mégiscsak gondolta azért a rabló, hogy másnap anyák napja valamit vinni kell a muternak. Tehát valamit azért vinni kell a muternak. Kedves beteg édesanyámnak lopok már valamit. De hogy a történet itt egyébként még nem ér véget, tényleg mennyire tipikus magyar jelenségről van szó. Karcsi azt is megosztotta a Facebook oldalán, hogy bizony, hát vannak ilyen szemetek, akik egyébként a frissen felásott és szépen megcsált kertet, tehát egyszerűen megrongálják és lopnak. Majd megkapta. Majd igen, jött a másik kör. A másik nagy pofon a magyar valóságból, hogy mit sírsz egyébként, milyen jó, hogy neked csak ez a gondot, hogy ellopták a tulipánodat, meg a rohadmányos rózsáidat sajnálod egyébként, kit érdekel a rózsád, egyébként is szar színész vagy. Igen. Tehát, és ezt így elolvastam, és azt mondtam, hogy ha most külföldön töltöttem volna hosszú időt, és ezt a történetet elolvasnám, akkor érezném, hogy újra itthon vagyok, de jó itthon. És ne sírjál, és kit érdekel a te kertet. Vagy nem volt sírjás, csak egyszerűen szomorúan konstatált, hogy basszus, ilyen világban élünk, hogy már ennyit se lehet megtenni, hogy egy képet kirakjál a Facebookot. Tehát nem volt semmi, de megkapta, rögtön jött a nezörök tarpaj vonal. És hogy milyen jó neked, hogy ez a legnagyobb problémád, hát, mintha egyébként saját magát akarta volna sajnálni. Na, úgyhogy felhívjuk Karcsit, és megkérdezzük. Tőle, hogy ez, hogy mit loptak el, és egyáltalán ki a fene mászott be a kertjébe, mit gondol, hogy egy sűrű jelensége, hogy általán bevásznak a kertjébe. Aztán ő kiposztolt egy olyan képet, ami egy A4-es lap kinyomtatva, hogy ne lopj virágot. Azt nem tudom, az kitette a kertjébe? Gondolom, ugye? Mert ez egy ilyen fotó. Igen, de ellopták. Kellett valakinek papírrepülőhöz. Na, itt van az az ember a vonalban, akinek ugye hát ellopták mindenét, zöldségét, virágát, Répa Sincs Károly. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Reggel mindig jó. Hello, Karcsi, jó reggelt kívánunk. Ciao. Semmi jóra ne számítson az ember, a veletek áll szóba. Ez igaz. Ezért húzakodtam egy kicsikét, amikor kerestetek ezzel kapcsolatban. Nyilván nem arról van szó, hogy ez milyen drámai. Itt inkább tényleg arról beszélünk, nem tudom, hallottad-e a felvezetést, hogy a szomorú magyar valóság, hogy az ember kirakja ártatlanul, hogy csinált egy szép kertet, még aznap este elviszi, majd másnap még osztják a Facebook oldalán, hogy egyébként is jó, hogy ez a legnagyobb bajod. Szóval ebben ez az érdekes. Aznap este törtek be, amikor te ezt kiraktad, hogy milyen szép lett a kert? Nem tudtunk ennek örülni azért néhány napot, tehát hagyták, hogy élvezkedjünk egy picit. Nem, és valóban nem arról van szó, már régen nem arról van szó, hogy elvitték, mert az szerintem pusztán egy tévedés volt, tehát valaki úgy emlékezhetett, hogy oda rakta be a virágokat a mi virágos kertünkbe, és aztán eljött éjjel, és elvitte innen. Tehát gondolt, hogy másnap mégiscsak anyák napja, azért valamit kell csinálni, nem? Hát azért van, ahonnan virágot kell szerezni, jaj, de szép lett a Karcsi kertje, akkor menjünk. Nem? Azóta pallérozottam, és elmondták kommentelők, meg egyáltalán ismerőseink is, hogy ez karcos, egyrészt ballagás, másrészt anyák napja. Hát ilyenkor nagyon-nagyon sok virágnak lába kél. Magas labda volt. Tehát ilyet nem szabad, ilyet máskor nem hibázunk, tanultunk belőle. Május második hetétől ültet. Csak azután ültetünk, vagy pedig jégvirágot még sokkal korábban. De ami valóban érdekes, hogy amikor már szót váltottunk erről, ahogy elértek az emberek a véleményükkel, a véleményeikkel, azért ugye miért raksz ki egy ilyet? Azért, mert szeretnél valami szépet mutatni. Ez lehet, hogy régi módi, lehet, hogy ostobaság. Tényleg azért raktuk föl, mert mi ezt nagyon szeretjük, és hát, ha valaki másnak is tetszik. Na jó, tetszett, és el is vitték. Na, de a tolvajoknak legalább örömet szereztél vele. De amilyen
amilyen hangulatból, amilyen attitűdből fogalmaztak az emberek észrevételeket. Na, az azért érdekes. Igen, hát szóval... ez is a szomorú valóság, de tényleg erről beszéltünk pont, hogy ugye te kirakod, a gyerekek néznek, elvitték. És akkor ugye megkaptad, hogy ne, milyen jó, hogy ez a legnagyobb bajod. Hogy egyébként milyen színész vagy, hogy egyébként ez kit érdekel. Tehát, hogy döbbenet a magyar mentalitás tényleg, hogy hogy gondolkodnak emberek. Igen, én is kaptam hideget, meleget, mindenfélét. Tehát van, aki az elmúlt időszakomat, a magánéletem elmúlt időszakát állította ezzel párhuzamba. Már mi, hogy az Enci tört be hozzád, vagy, és elvitt a virágokat? Vagy nem. Hát, hogy azért, hogy csávókám, az rendben volt, amit te csináltál? Ja, Jézus Mária! Azért ez nagyon-nagyon szép dolog. És persze jöttek a sztereotíp dumák, hogy nehogy már ez nekem baj legyen, másnak kenyere sincs, és a többi. Nem erről volt szó. Egyáltalán nem erről volt szó. Ezt meg azért raktam ki, mert véleményem szerint is tök mindegy, hogy kinek mekkora, milyen vastag kenyere van, azon lekvár van-e vaj, vagy csak só, teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy amit valaki a munkájára megteremtett, azt nem helyes elvinni tőle. Azt semmiképpen nem éltetném. Pusztán ezért raktam ki. De hogy milyen indulatok, milyen zsigeri indulatok vannak, lakoznak az emberekben, ez most azért kiderült ennek kapcsán. Döbbenet egyébként, hogy még Ethan Huntot is megmerik lopni, nem? Ja, hát tényleg komolyan. Ezért kapni fogtok. Hová tart ez a világ? De tényleg hová tart ez a világ? És azért különösen bosszantó a dolog egyébként, már nem a lopás is, de amit kaptál, hogy elméletileg ugye ez egy Facebook rajongói oldal. Tehát azt olyanok nézik, akik szeretnek téged. Ugye? Mert ahhoz, hogy oda tudjál szólni, vagy be tudj szólni, vagy tudják kommentelni, ahhoz lájkolni kell a Rékasi Károly oldalt, nem? Nem biztos. Egyáltalán nem biztos, hogy így működik. Ezt én inkább egy gyűjtői oldalnak nevezném, hát hiszen 5000-ig be lehet oda férkőzni, oda lehet tartozni. És kipipálom magamnak. Tagdíjat szedte? Kipipálom magamnak. Én a Facebookot nézegető ember, kipipálom, hogy igen, én neki is ismerőse vagyok. Nem, ez tényleg egy gyűjtögetői oldal. És vannak emberek, akik ott élnek a Facebookon. Kérdezik, hogy esetleg arra nem gondoltál el, hogy nem lopás volt, egyszerűen csak Kertész Géza vitte el. Jönnek folyamatosan. Nagyon-nagyon helyes kommentek is, tehát például, hogy rakjam ki a szemetet, hát ha valaki majd azt is elviszi. Igen. Azt, srácok, kérdezzétek már meg a Karcsit, hogy Szőke Zoltán kertjébe körülnézette már a virágok miatt, lehet, hogy nem tudott kijönni a szerepből. írja Petya gyerek. Hát igen, aztán jönnek még az SMS-ek, hello, a Karcsi címét küldjetek már eléci becsöngetni egy kis virágért. De ezt ki is írtad, hogyha jöttél volna, adok szívesen, nem? Vagy ha kértél abszolút volna. Tényleg erre gondoltam. Na és ami viszont maradandó élmény, de remélem, hogy majd elfogy ezzel kapcsolatban. Régen, még a telki házunkba betörtek, és kipakolták. És utána hosszú heteken keresztül, tehát inkább hónapokon keresztül az ember idegennek érezte magát abban a térben, amit saját maga létrehozott, kialakított, csinosítgatott meg minden. Most ebben a picike kis virágos kertben azóta is úgy vagyok, amikor ott locsolgatok, vagy bármit csinálok, hogy egy kicsit idegenné váltam. Tehát igazából ez az, amit, és a kommentelők is, jó, mindegy, hát ezer ember, ezerféle vélemény, meg a többi. Egy valamit vitt el tőlem az addigi harmónia érzést az ember. És a kökörcsinedet. Így van. És a kedvenc kökörcsinedet. A tulipáhagymákat is kiástam. Nyilván harmónia élmény, nem? Ami ránéztél a kertre, és azt érezted, erre gondolsz, nem? Hogy maga a harmónia, a megnyugvás. Kicsikét idegen vagyok a saját világos kertemben, semmi baj. Karcsi, ha valaki, én megértelek, a fiúk mindig cinkelnek ezzel, tegnap marokkói mentát ültettem a kertbe. Érted? Marokkói menta. Hát az egész. Így van. Nem direkt kiborult. Nem, kertészkedem. Tehát ezzel arra akarok kiukadni, hogy marokkói mentát vettem, virágföldet, és marokkói mentát ültettem, mert imádja a meleget, és ősszel már lehet nyesegetni és menta teát csinálni. Rakom. Tessék?
kázasz, ha a címedet felrakom? Hát, de, hogy... Kicsit félve mondtam ezt el, mert szerintem estére már nálam is ült helye lesz a dolognak, de, de én is kertészkedem, tehát abszolút, abszolút sorba megértem. Állnak majd a kapu előtt. Másznak majd át, igen, folyamatosan. Hát ez abban a közelükben tudod egy menekült tábor, és onnan egy marokkói mentát. Hát, igen, átjött egy megelültetni. Én elültetlek. Arra fele nem szeretek az idegeneket. Figyelj, nekünk azt mondták, ne szeressük az idegeneket, hát én akkor átjött egy marokkói, én meg elástam. Élharcossá váltál, te vagy a legjobb magyar. Igen. Egyébként azt mondják, hogy ahogy az ember öregedik, és, vagy öregszik, és ha kertje van, akkor rákattan a kertészkedésre, és egy örök elfoglaltság és örök meditáció. Egyébként tényleg? Tehát egyre jobban a kertészednek. Tehát egy kicsit ültetsz, ott vagy, nyílik, meglocsolod, nézed, és valahogy a szemed előtt életre kel a kert. Azért ez egy nagyon, nagyon jó dolog egyébként. Már nagyon, nyilván nagyon, nem lopnak nagyon meg, sok minden működik éget. Így, tehát aki fogja magát és elkezd teszem az edzőterembe járni, és azt mondja, csak egy kicsit alakítok magamon, csak egy kicsit, annak sincs soha se vége, mert a pillanatnyi eredményed az abban a pillanatban már kevés is, mert majd meglátod, ahogy sarjad a menta, hogy harsog a menta, majd szeretnél még mentábbat és a többit és a többit. Na, agyadra ment a koksznek. Tehát tényleg így van a kert. Azóta figyelem, hogy elmegyünk autóval valami virágkertészet, vagy akár csak egy virágüzlet előtt is, és Gerda feje is, meg az enyém, ding, már fordul oda, és nézzük, hogy onnan esetleg mit lehetne még a mi kertünkbe elhozni, csak mi nyitvatartási időben megyünk. Igen, az olyan fontos. Kérdezi egy hallgató, hogy Gerdera volt-e ültetve esetleg? Nekünk az a dolog, mindent megkérdezzük. Így van, hallgatók kérdezik ezt, igen. Számunkra szent. Na jó van, bepotoltad, visszaültetted, vagy most egy picit hagyod üresen állni a kertet? Óvatosan, de nagyon sok virágot fölmenekítettünk az erkélyre. Nehogy újra jöjjenek. Hát igen, jellemző. Sajnos ilyen emberek mindenhol vannak egyébként, ez szinte elkerülhetetlen. Karcsi, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked. Vigyázz magadra, és köszönjük, hogy elvállaltad a riportot, tényleg erről akartunk beszélni, nem a kertészkedés így, miatt. De aztán... Legyen nagyon-nagyon szép a napotok. Jó van. Köszönjük szépen. Legyél férfi, ne nyafogj ennyi. Nézzük így ezután a rózsákon át, ha valakit éppen nagyon akarsz venni. Hallod. Köszönjük a szerepből. Ciao, hello. Régosi Károlynak köszönjük. Nagyon helyes ember egyébként. Nagyon jó. Nagyon kedvelem. Na, gyerekek. Én komolyan mondom, megértem. Szörnyű, amikor teszel-veszel a kertedbe, és azt utána elviszik. Sírnék, ha elvinnék a marokkói mentát. A hétvégén elültettem a marokkói mentát. Biztos, hogy ezért vigyünk el mindent. Hát, ha köztük van a marokkói menta. Voltunk valahol vendégségben, és ott minden rukola menta volt. Egy csomó, és ugye... És onnan elloptad, és kihasítottam belőle egyet. Rukola, menta, babér, egy csomó minden termel ő kint egyébként a kertjében, és mondtam, hogy adjon egy kicsit, nem szedem a mentát el. És kivágod, és arra kell vigyázni a marokkói mentánál, hogy nagyon agresszív, vagyis úgy kell beültetni, hogy berakod a gyökeret ugye egy ládába, és ládával együtt ülteted el, mert egy másfél év alatt felzabálja a kertet, iszonyatosan terjeszkedik, és elmentásodsz, így van. És hétvégén beültettem. Gyerekek, maga az el, komolyan mondom. Mi a különbség a marokkói menta és egy átlag menta között? Nem hát, Franz tudja. Azt mondta, hogy ez marokkói. Ez marokkói. Azt, hogy a marokkói kicsit csak Balázséknak tudják eladni. Ez a különbség. Kicsit sokat beszél, mutogat valami útlevelet. És azt mondja, hogy ne küldje. Riad tekintettel nézeget maga mögé, és nagyon le van izzadva. Itt van velünk Kriszta. Hello Kriszta, jó reggelt! Sziasztok! Hello, na tőled mit vittek el? Hát én reggel kiszeregettem a ruhákat, várjuk forra teraszra, és délután, amikor munkából mentem haza, akkor még igazából nem is tűnt fel egyből, hogy nincs ott, csak másnap. Mert akkor arra gondoltam, hát ha valaki letette anyukám, vagy valaki a ruhákat, mert ugye nem volt ott, tehát a ruhaszárítóval együtt tűntek el a ruhák. Ugye a fregolival együtt mindent el is vittek? Igen, tehát úgy egy az egybe az egészet. Ez családi ház, valaki bemászott társasház, átmásztak hozzád az erkélyen? Hát itt társas ház. Társas ház. Az kemény. Nyilván vizes volt még oda, mert nem viheti el a szárít. Basszus, csupa csatak. Fogta. Így elviszed, majd megszárad. Akkurátusan összehajtogatta és elvitte. De a földszinti lakás? Vagy valaki fölmászott? Igen, földszinti. Könnyű volt a dolga. És másnap nem jött szembe veled a fölsőd egy nőn? Nem volt ilyen? Vagy pedig még nem. A gyerekeknek nagyon sok ruhája volt rajta, amit szeretnek, de még egyelőre nem látjuk senki. A gyerekek egy kimosott adag tiszta ruhát fregolistől ellopni, azért az is nagyon kemény. Köszi, hogy elmondtad, ciao.
Hello. Na nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatók. 8 éve lopkodják a lábtörlőnket, már vettem drágábbat, már vettem olcsóbbat, nem válogatós a drága, akinek nagy szüksége lehet rá. Mondjátok már meg, kinek kell egy ócska lábtörlő. Ja, és a párom már le is ragasztotta, úgy is feltépték. Nekem egyszer a kocsi egyik visszapillantó tükréből vittek el körülbelül 2000 forint értékű tükörlapot. Szépen szétszette a tükröt, az alkatrészeket pedig felrakta a motorháztetőre, majd elsétált a tükörlappal. Nem egy különlegesség, lap-e küldte nekünk. Nálunk éjszaka súrantak be, elvitték az összes útba eső cipőt. Közte a fiamnál éjszakázó barátnő cipőjét is, aki hajnalban egy 42-es bakancsal távozott. Nekem kirabolták a kispalákomat, majd a végén elvitték még a beltéri világításból az izzót is. Piti Áner. Azt mondja, hogy mikor betörtek hozzánk, elvitték a levágott lófarkamat. Bizarr. Gít küldte nekünk. Azért a lófarkat. Ja, hazavitted a... Barbie-ja. Azt minek? Azzal mit csinál? Nagyon jó parókát. Nem tudta, hogy mi az. Egyébként drága, el lehet nem adni. Drága. Hát azért egy ekkora levágott lófarkat azért sokat nem igen. Ha leadsz egy méter hajat, egy azért török hagyomány őröző egyesület zászlót csinál. Honnan tudod, hogy mekkora lófarok volt? Hát parókának eladják. Jó pénzt fizetnek érte állítólag. Lehet, de ahhoz azért több haj kell. És ekkor egy nyúlfarki, nem? Miután megfőztük a kutyakaját, kiraktuk a teraszra hűlni, azt vitték el. Barbie küldte nekünk. 2,5 literes ásványvizet loptak el a lépcsőházból, Suzi. Hát gyerekek, ez legalább 300 forint. Hát. Az legalább 300 forint. Gimiben egyszer a tornazsákommal lévő tornacipőből ellopták a fűzőt, a cipőre nem volt szükség. Jó, azt adom. Az égető szükség lett neked, tesi, jó rád. Nekünk a tanyánkról lopták el a rozsdás fejszénket, ami a legdurvább, hogy a kinti WC-ről lelopták a WC-ülőkét, plusz elvitték mellőle a WC-papírt. Figyelj, az az igazi vészhelyzet. Nincs az a baj. Itt van velünk Robi. Hello, Robi, jó reggel. Jó reggelt! Hello! Na, tőled mit vittek el, ami banális volt? Hullámos papagájomat. Ez úgy történt, hogy édesanyámnál laktam akkor még, és földszinti lakás, lakótelep, kiszoktuk rakni így a lépcsőre, a lépcsőház elé. És hát kiszoktunk rá figyelni, de nem szokta, tehát ez egy nyugodt környezet volt, soha nem szokott eltűnni semmi onnét. És egy kukázó elvitte, ezt úgy tudtuk meg, hogy elkezdtük követni, illetve hát elvitte a papagájt, és mindenkitől kérdezgettük a környéken, hogy merre viszik a papagájt. Igen, és végül eladta egy vak kisfiúnak, úgyhogy nem volt feje a papagájnak, mint a Dumb és Dumberbe, ugye, hogy eladtad neki Petit, igen. És ott simogatja a fiú, és mondogatja, hogy beszélj szépen. És hol találtátok meg végül? A barátnőm ment az egyik utcába, ahol a kórház van Kaposváron, mert én kaposvári vagyok, és ott kérdezte meg valakitől, hogy nem látott egy kalitkával egy hullámos papagájt, azt mondta, de most vitték be ide a szülészetre. És akkor bement oda a szülészetre a barátnőm, és mondják, hogy egy doki vette meg most 500-ért, vagy 1000 forintért, nem tudom pontosan, mert ez már régi sztori, és hát vissza kell vásárolnunk a papagájt. Vissza kellett vásárolni, és mennyiért? Hát 500-ért vagy ezzel, nem tudom. De volt előtte túsztárgyalás bármi, hogy kimentetek. 500 forintért vásároltad vissza a saját papagájodat. Igen, na, hát kemény. Na, az kemény. Robi, köszi, hogy elmondtad. Köszi. Hello. Ciao. Hello. A haveromhoz pár éve bedobtak szatyorba 2 kiskutyát. Elvittük állatorvoshoz, kaptak oltásokat, bolha elleni szert, minden. Másnap visszalopták a szebbiket. Leleményes. Balatonban néztem végig, ahogy az ember a plét körül toporog, kiérve vettem észre, hogy a vaca gumipapucsomban lépett bele és távozott. Apámnak a felső fogsorát a demjéni fürdőből lopták el, az alsót ott hagyta. Csak a felső. Hát bepróbálta. Bepróbálta, az működött, ez passzos. És azt ott hagyta. És sose értem tényleg az ilyen lejárt, 1000 éve lejárt, beszáradt festéket dobozostól. Egy, mit csinál jó vele? Az még. Mire? Azt felöntött, így, de lejárt, beszáradt, besűrűsödött, azzal tudsz valamit csinálni? Tényleg? Vagy ezekkel mit csinálnak? Miért és a használt ablaktörlőket, amikor a parkolóból lopják le az egyébként nem túl márkás, nem túl drága autóról, de tényleg egy ilyen filléres, tecsós dolgot, ami már rajta van a te autódon is fél éve, hogy az miért jó neki? Egyen jobb, mint a tiéd, és neki nem kell elmenni, megvenni. Ennyi. És csak átrakja. A kutyámról lelopták a folytónyakörvet, pedig én is csak lábbal tudtam leszedni róla, olyan vérebb volt. Nekem a táskámból hónapokig lopták a fogamzás gátlómat. Nem tudom, hogy ki volt, később már direkt dupla adagot irattam föl.
éri egy hallgat. Azért milyen kemény a kollégot lopja a fogamzásgátlót, nem? Na jól van, hát igen, ez is hozzátartozik a... Az életünk, az egyébként szerintem ez nyilvánvalóan a legtöbb országban van. Nem? Vagy nem mindenhol? Szerintem jellemző? Nem. Talán nem mindenhol. Nem? Csak így arra gondolsz, hogyha Ausztrián keresztül mész, és a muskátlik az ablakban, tudod, ez a nagy izé. A becsületkasszás barackleklárok, a befőttek. Itt mi lenne egy becsületkasszás idős nénivel, aki kirakná valahol a négyes úton mellé, egy aranyom becsületkasszába kiraktam, lefőztem. A széket is ellopják. Lefőztem 100 liter barackleklár becsületkasszát. Ha még csak a széket. Jaj, hova visznek? Tegyenek már, de ez nem vicces. Jön maga néni velünk. Ja, ha gyerünk, ki tudja, mivel lesz jó a néni. És becsületkasszástól, lekvárostól, nénistől az egész eltűnik. De jó, lekvár, hozzátok a nyanyát. Főző lesz a mama. Ki tudja, mire lesz jó. Ha itt állsz a tűzhelybe, hát az főző reggeltől esti. Jó vagyok én mindenre aranyom. Nem tudod, mit tudok én csinálni felen. Nem, egyébként ez nem igaz, mert hogy például Sopron, Kőszeg, Szombathely. Ott van. Vasmegy, ott ez szépen működik. És egészen jól működik. Tehát, hogy vannak bizonyos régiói Magyarországnak, ahol például a becsületkasszát, mint hogy csak másnap, harmadnap lopják el, megvárják, megtelítenek. Nem, nem azonnal, ahogy kiteszed. De tényleg ott azért ezek működnek. Tehát ott a nyugatabbra megy az ember, ott valahogy látja, nem, hogy kim van két befőttes üveg, benne lekvár, és egy becsületkassa. Sosincs benne pénz, csak mindig egy kevesebb üveg. De hogy ott azért ezek működnek. Összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Annyit egésztük mi a mávod, gyerekek, és annyi rosszat mondunk róla, illetve pontosabban nem is hogy rosszat. Hogy ma velük nem foglalkozunk. Igen, hogy ma megint elmondjuk, és az olnok egy gyors másfél órát. Nem, egy nagyon jó dologgal rukkoltak elő, és abszolút nem veszem ezt annak, hogy lenyúlták azt az ötletet, amit egy éve javasoltam nekik. De hogy megcsinálták azt a bizonyos alkalmazást, amiről mi már egy évvel ezelőtt beszéltünk, ez egy ingyenes alkalmazás, egy olyan alkalmazás, amelyben a járatokról tényleg, és itt a ténylegen van a hangsúly, tényleg mindent meg lehet tudni. Én a hangsúlyozásból éreztem, hogy a ténylegen van a hangsúly. Ugye? Aha, de tényleg éreztem. Még annál is többen. Annál is? Rossz az, aki rosszra gondol, Feri. Ezt te csak így hallottad. Így hallottad. Hogy csetelhetsz az utasokkal, csetelhetsz a személyzettel, megnézheted, hogy a vonatod mennyit késik, különböző szolgáltatásokat vehetsz igénybe, miszerint ha kerékpárt szállítasz, bejelentkezhetsz rá, magasabb kocsi osztályra átcsekkolhatsz, átszállás nélküli járatokat kereshetsz, látod, hogy hol van az adott vonat, amire te vársz, melyik peronról indul, térképes ikont választ, a valós időben láthatod, hogy hol van a te vonatod, nem kell most már órákat állnod a peronon és várni a váci. És mindezt a saját 3G-mmel. Hát ez egy jó kérdés, hogy ez most ugye a MÁV szolgáltat ehhez wifi-t, vagy neked van 3G, de a legtöbb telefonon van 3G, csak bizonyos adatforgalomig használsz 3G-t. De van wifi a vonaton. Van egyébként wifi. Amikor én jöttem Siófokon felől, ott akkor volt. Igen. Én ezt a nyáron volt. Értékelheted az utazást, elmondhatod, hogy tetszette az adott járat, mennyire volt tiszta, mennyire nem volt tiszta, maximum 5 csillaggal, a MÁV ebből tudja, hogy még melyik vonalat kell egy kicsit fejleszteni, szöveges üzeneteket is adhatsz, kultúrát formában nyilván, tehát azért nem írhatunk be bármit, és a MÁV szolgáltat egyfajta wifi rendszert, hát ezt nem tudom, hogy mennyire működik, és gondolom azért erre mindenki felkapaszkodik. Az formában, tehát mindenre nem lehet használni azt a wifi-t. Hát ez reptereken ez mindenhol így van egyébként. A letöltés, tehát, nem tudod, így van, de ez valószínűleg működik rajta. Tehát mondom, én tavaly utaztam, igen, Siófoktól. Igen, hogy készítenének egy alkalmazás, és saját filmet nem tudna futtatni. Tudom. Igen, de ez nagy nemzetközi repülőtéken sehol se tudsz. Tehát meg tudsz nyitni oldalakat, bizonyos adatforgalom keretén belül, de nem tudsz mondjuk letölteni, meg hatalmas nagy képeket küldözgetni, tehát erre nem alkalmas, de az, hogy te tudjál simán internetezni, az jó. És vonatinfo az alkalmazás neve, gyerekek. Ez egy frappáns.
Egyébként tényleg jó. Nem, most dicsérjük őket. Most mit adjon neki? Most milyen nevet adjon? Semmi jót nem lehet mondani, mert nektek ti kiégett lelkű, cinikus állatoknak hát semmi nem tetszik. Azért gondolok arra, mert állsz a megállóban, tényleg fingod nem voltam, bocsánat, hogy hol van a vonatod, mennyit késik, álljál-e még a megállóban, menjél busszal, szóljál az apádnak, hogy jöjjön érted, vegyem föl, mert másfél órája állsz. Letöltöd ezt az alkalmazást, és látod. Vagy később tudsz kimenni a megállóba, mert tudod, még van 20 perced, mert hogy annyit késik. Ebben ez van nem rossz dolog. Szerintem ebben ez van egy rossz dolog. Tehát azokból a szolgáltatásnak, azokból az előnyeiből, amiket felsoroltál, szerintem az utolsó kétharmad az izgalmas, az jó, és az tényleg praktikus, és használható. Azt mondanál nekem, hogy aki a vonaton utazik, az miért akarna csetelgetni, meg ismerkedni telefonon keresztül Istenem, valakivel, aki szembe ül vele. Vagy, hát egy kicsit a csettel megpiszkálod. Aztán meg odamész, érted? De hát, szembe ül veled, mit odamész? Átülsz? Hát. De gyerekek, hát ebben ez a jó, hát ti nem csináltatok ilyet. És a kalózzal is csetelsz? Na azt mondjuk kikérem magamnak, hogy például aki vezeti a vonatot, az ne írogasson. Hát nem. Ő figyeljen arra, hogy csetelgetem, hozna, hogy vezetővel. A kalauz mondta. Meg ja, a kalauz. Ritkán vezeti a kalauz, Feri, a vonatot. De hogy a vonat ja, csak vezetővel. Csak ő a kalauz kérdezte azért. Na most gondold el, érted? Hát de ha rá most neki írhatsz, akkor írhatsz. Csak azt mondod, hogy a kalauzzal csetesz, mire azt mondod, hogy kikérem magamnak, ne csedeljen azzal, aki vezeti a vonatot. Gondoltam, jelzem, hogy a kalauz ritkán vezeti. Valaki megint bejjebb. Ma már kettővel vagyok hát bejjebb. Várjál, hát én mondom ezeket, hát ezeket te mondod. Fölírom. A kalauzzal csetesz. Hát kikérem magamnak, azzal ne cseteljünk, aki vezeti a vonatot. Hangzott így el ez a beszélgetés. Csetelsz, és utána mondtam, hogy a vonatvezetőnek se. Ja, a vonatvezetőnek se. Csak szóval próbálok kijönni. Régen ültél vonaton, úgy látom, mert ritkán vezeti a kalauz a vonatot. Elmondom neked. Elkerülgessétek a forrókását, menjétek el szobára, srácok. Itt évőtök itt egymással feleségesre. Ez a paperos hozzáállás, amit egyébként te is jelensz, hogy minek csetelnék valakivel, aki ott ül velem szembe, vázolom a szituációt. Leül veled szembe egy csaj. Igen? Ritkán történik az, hogy átszólsz neki, hogy szia, megiszunk valamit a büfékocsiban. Megkeresed. Észreveszed, hogy be van jelentkezve. Ráírsz, rápöttyentesz. Látod, hogy ő honnan megnézi tudom, a telefonját. Mert ráírsz valamit. Az összes, hogy... az összes éppen egy... akkor a csetszobában bent lévőt megkérdezem. Puliszka 23, te vagy az? Nem. Itt ülsz velem szemben? Mama 78. Nem. Mama 78. Nem mögötted, de átülhetek. Érted? Jó, te, igen, mama 78. Nagyon csinos vagy ebben a kis miniszoknyában. Jaj, aranyom, ha miniszoknya lenne rajta. Jó, tételezzük, hogy egy valakiben aha. van a csetszobában. Ott ül a lány veled szemben. Doberdo 17. Nem. Jó, persze. Vágyak. Doberdo 13. Donkanyar 13, igen. Figyelj, na. Ott ül a csaj veled szemben. Igen. Kiszúrsz rajta valamit. Hogy kiszúrod azt, hogy csinos, vagy van egy pántlik a hajában. Aha, tényleg, hogy egy pántlik. És a fonott kocsár a karján. Igen, igen, és megy a nagymamához. Megy a pántlik. Van egy pántlik a hajában. Ráírsz. Megnézi a telefonját, te végignézed, ahogy megnézi a telefonját, dob egy mosolyt. Tudod, hogy célba ért a te kis, nem tudom, Skype-od, cseted, stb. Visszaír. Elkezdtek írogatni. Majd az írogatásból kialakul egyfajta kontaktus. Hát ne mondd, hogy jobb egyébként bámulni a halott tájat kint a Hortobágyon, mint egy csinos csaja csetelni a vonaton. Nem szólítod meg egyből. Hát milyen jó szolgáltatás. A halott tájat és azt mondod, hogy ez már Hortobágy. Érted? És elkezdődik valami. Ú, de jó csajozós duva. Ez már a Hortobágy szívi. Igen, igen, csak Győrnél vagyunk. Igen, igen, igen. Szóval, hogy elindul egy ilyen finom oda-vissza írogatás. És a végére már ugye tulajdonképpen egy ilyen flörtölésből kialakul maga az ismerkedés. Hát sokkal jobb, mint amikor csak így megszólítod, nem? Csumi, jó a pántlika. Matyó? Csumi. Tehát, hogy ti milyen papperek vagytok? Hello, csumi, ez itt a Hortobágy. Csumi. Hát nem így kell ezt csinálni. Ja. Nem így, valami hogy, de hogy kezded? Tessék, nem hallottad felé, a trendi srácok a pántlikákra repülnek rá. Érted? Én régen, amikor indítottam ezeket, de elmondtam már ezt is, hogy kell ismerkedni. Szerintem mi a szemkontaktus felvételének lényege, mi Balázs egyes törvénye, kettes törvénye, ezt már nem akarom megismételni. Ez már könyvben megvan. Ezt kedden tartok egy előadást. De hogy kell felvenni a kapcsolatot? Mindig egy egyes törvény, várj meg, hogy megszállt kezdes törvény, menj haza már később.
Balázs egyes törvény. Nem, ugye, hát nem az kicsit csumi, meg ez a táj, mindig valami kedvessel kell indítani, mert abból látod, hogy veszi a lapot, nem? Tehát ez tök jó. Megdicséred a mosolyát. Ráírsz neki. Keresztül nem tudod, hogy ő le az. Írsz neki egy, hát, hogy nagyon szép a mosolyod. Ír a nénike. Mi legyen? Járanyom. Ma reggel tisztítottam, persze, hogy szép. A fosztás mondta legutóbb 200 forint borra való után, de az is már 78-ban volt. És visszakértem 108 órát. Szóval elindul egy ilyen ismerkedés. Aha. Ugye? És aztán... ültök egymáshoz szembe, és pötyögtök? Ez, gondolj bele, hát ebben van némi báj, van némi erotika, persze, most beszélgetni az nem igazán megy. Nem gátlásos vagy, nem mersz odaülni. Ha te ülsz velem szemben, mosolyog, és fél óra múlva, akkor melyik vagy te a büdös frác? Már rohadt életben valaki mosolyodjon már el. Na, úgyhogy ha valaki most hallgat bennünket az 528-as sebes vonaton, mondj már egy vonalat, hogy honnan, hova megy. Ja, itt van, Keleti Sátoraljaújhely. És látja Laci nagyon-nagyon pervers, valószínűleg nagyon pervers üzenetét a chatszobában. Uh-huh. Írjon már nekünk vissza, Laci, hogy látja Laci üzenetét a Keleti Sátoraljaújhely vonalon a chatszobában, mert Laci valami nagyon kis finom malac dolgot beírt biztos. Figyelj, vakon kezdjél már el tényleg ott flörtölni valakivel, dicsérd meg valakinek a pántlikáját. De akkor ír valami konkrétot, hogy aha, te ott az ablak mellette járj, hogy hívnak. Hát, ha visszaír valaki. Na, drága hallgatók, nézzük meg azt akkor, hogy kinek milyen tapasztalata van a tömegközlekedésen ismerkedéssel kapcsolatban, hogy szépen mondjam, vonat, hév, metró, felsülések, nagy bepróbálkozások. Írjátok meg nekünk, jó? Hogy sikerült? Már össze is jöttetek. Megvan? Itt, ezt ő írta. Ne vár! Hello, ha-ho! Laci üzenete. Ez a hello, ha-ho. Van itt valaki pántlikában? Válasz, te kecskés, ne viccelődjél itten, he! Micsoda? Kecskés. Ja, hogy kecskés Zsolt. Ja, úgy értve. Azt hittem, hogy mondom, ez valami ízé lehet valami. A Laci a kecskés. Nem ilyen, írnak, Laci, írnak, ott vagyunk a Sátoraljaújhelyi vonalon. Kecskés Zsolt, kén bejelentkezett. Heho, ha-ho, van itt valaki pántlikában? Kecskelágy visszaírt. Te kecskés, ne viccelődjél itten, he. Zoli visszaért, hali. Bence visszaért, ha-ho. Ricsi visszaért, igen. Csak fiúk visszaértek a pántlikában vannak, de mind fiú. De ez valami hagyományőrző csoport? Nem hiszed el, nem hiszed el. Tehát nem hiszed el, mik jönnek. Hello, én nagykörösről ílok, jó a műsor. Épp a Morning Show-t hallgatjuk. De hallunk, ne, Balázs. Ne. Hallunk Balázs. Irogatnak nekünk. A applikáció keresztül. Hallunk Balázs, jó a műsor. Hello, én nagykörösről ílok, jó a műsor. Ilyen a Morning Show. Itt vannak az üzenetek. Lefotózzuk, kirakjuk a Facebookra. Térdeltessük le a Mávi fiét. Gyerek, most rogyasszuk meg a Mávi fiét. Bence írta, hogy hallunk Balázs, Zoli írta, hogy jó a műsor. Nekek mire képes a technika? Ott vagyunk a vonaton. A délit kéne rendbe rakni, írta a kecske. Köszönjük, baromi interaktívak vagyunk, mindenhol ott vagyunk. Na ott... Menj. Nincs dolgotok? Szétszéledni! Kinek volt már BKV-s kalandja, tessék, bármi? Amikor még szabad voltál, Jani. Hogy ne lett volna? Gondolom, nagyon sok volt. Tudod, sapka beúzva. Ahogy te utazol. Imádom egyiket megkérdezi, tudod, jön a válasz, és akkor utána természetesen belém rúg egyet. Hogy, kinek volt? Hát, Feri? Itt, ugye? Jani? Ugye? Ugye neked van. Oké, Feri, már egy gyárvá is kivel. Láttalak. Paraszt azt mondja, viccelj már. Láttalak utazni BKV, baseball sapka behúzva, sarokba beül, füles felszed, hát így nem lehet nőt felszedni. Leúlt mindig. Ahhoz nyitottnak kell lenni, szemkontaktust kell tartani, szemezni kell, és bátornak kell lenni. Na, tessék, itt szedtél föl, mesélj. Senkit. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, Kata! Na! Kata, így van. Kata, veled mi történt? Téged próbáltak felszedni vonaton? Nem vonaton, autóban. Autóban. Közlekedés közben. Mi akkor jó nekünk az autós történet is. Nem valaki ült az autóban veled, és megpróbált felszedni? Nem, azért ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Na, mi történt? Egy tárgyalás után mentem volna vissza az irodába, és a Roosevelt téren ugye van egy körforgalom. És ugye két sáv megy a körforgalom, az egyik az elfogy. És ugye hát én szabályosan próbáltam közlekedni, egy úriember egy felső kategóriás autóval, láttam a tükörbe, hogy nagyon nyomakszik, egyre közelebb jött hozzám, nekem le volt húzva az egyik ablakom. És egyszer csak látom, hogy már nagyon közel van, és így berepül egy névjegykártya. Nem mondom, Jézus Isten, de paraszt! Atya Isten! És akkor így átszól, hogy engedjen már be, mert siet,
Amúgy bejövök, úgyhogy hívjam már fel. És megfogta a névjegykártyáját, és az ő autójából átdobta a te autódba? Igen, ez így történt, de nagyon pontos volt, lehet, hogy gyakorolta is, mert pont az ülésemre esett. Az menő, nem? Szerintem nagyon prostó. Nagyon prostó. Hát ez prostó. Nagyon. Tehát ehhez utána, hogy nő ezt felhívja, fú, nagyon. Tehát bár nem, ez nem történt meg, de beengedtem. Tehát ennyit azért nyert vele, hogy magam elengedtem. Uh-huh. De azért megdöbbentem, hogy azért... gondolt valamit azért magáról. Ha mondjuk jó pasi és kedvesen átszól, akkor lett volna esélye? Tehát egy jó pali volt? Hát ha valami vicces szöveggel jön, akkor lehet, de az így, hogy bedob egy névjegykártyát. Hát ez valóban nem tudom rakni, tehát hogy azért valami többet vár egy nő szerintem ilyenkor. Há, ez elég nagy kép. Egyébként igen. Ezt még érsebb még utána dob egy dobozos kolát. És ne legyen kiszárad a szád, amikor vagy. Igen, Isten. Tehát akkor nem hívtad föl végül is. Nem hívtam föl, de beengedtem. Tehát azért legyen egy jó napja. Megnéztem a névjegykártyát, természetesen lecsekkoltam a közösségi hálón. Hát egy két magáért beszélt, úgy éreztem, hogy ez nem az én emberem. Tehát azért annyira mégse volt bunkó, hogy azért nem egy fölök a Facebookra, ne nézd meg az oldalát, kicsit utána jártál, azért neked ez valahol tetszett, valahol ellenedre azért volt. Azért kíváncsi voltam rá, így van. És ha mondjuk a Facebook oldalán olyat találsz, hogy szimpatikus, jó arc, helyes, jó fotók vannak, akkor lehet, hogy fölhívod? Megbocsátod neki? Az átdobás? Hát ha nem az a profilképe, hogy az autó előtt karba tett kézzel áll, akkor lehet. Aha. Uh-huh. És milyen autó volt? Felső mondjam a márkát. Hallgottan, ez így ebben a reklám. Emlékeim szerint vagy BMW, vagy Lexus. Aha. Reklám akkor lenne, ha valamelyik márkát pozitív színben tüntetném föl, de mondhatsz hat márkát is, tehát ettől ez nem reklám. Tehát egy jobb autó. Egy jobb autó, így van. Egy fekete sötétített autót, mert emlékszem. És az a profilkép, hogy ott áll előtte, félmeztelenül? Nem van rajta ruha, de karba tett kézzel, tehát ez a, nekem ez a tipikus sútyó beállás, de hát most... kívül van? Hogy kívül van? Hát a Fuchs, hogy hova tette az aranyaklánc, az nem volt rajta. Ja, az nem volt rajta, nem. Jó, de azért csak ránéztél. Azért hát csak ránéztél. Hogyan néztem volna, mert kíváncsi voltam, de telefonban nem érte volna meg. Hát az nyilván nem, meg azért ez tényleg elég sútyó. Tehát átdobni egy névjegykártyát, még ha az ember nyom egy dumát, vagy akkor még valahogy ezt el lehet ütni, hogy hívjál föl, mert egyébként bejössz, ez erős egy picit, ezt még én sem merném megcsinálni. De egyébként volt egy másodpercben egy olyan, hogy benzinkútnál, mert nagyon nézett a srác, beállt mellém a piros lámpánál, és átszólt, hogy ő már nem akar a régi csajozós dumával jönni, de megjegyezte a rendszámomat, úgyhogy keresni fog. Ó, és keresed? Aha. Nem. De honnan tudod keresed, csak nem talált meg? Csak nem volt jó kontaktja. Hát lehet, rosszul jegyezte meg a rendszámot. Aztán bekapcsolt a szirénát is. Igen. Na jó van, köszi, hogy elmondtad ezeket nekünk. Köszi. Én köszi. Nézzük az eseményeket. Régebben történt IC Budapest-Debrecen vonalon. Keresztrejtvényt fejtettem útközben, majd mikor elakadtam, a velem szemben ülő srác kölcsön kérte arra hivatkozva, hogy besegíthet-e. Odaadtam neki. Egy darabig nála volt, mikor visszaadta, én már nem néztem bele, csak otthon. Akkor láttam, hogy a rejtvény fölé írt egy üzit, hogy szimpatikus volt számomra, és megismerne, hívjam a megadott számon. Végül nem hívtam fel, de így is lehet ismerkedni, írja Anita. Na ez például jó, elegáns. Aha. Ez jó. És még odaírta a végére, hogy izét, hogy és a takarmánynő egy három betű tök. Miért? Vagy a megfejtést az egésznek a megfejtést. Szép sztoriba egy ilyen gumicsizmával belegázolni. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hozzánk pedig megérkeztek a mi vendégeink. Itt van a Well Hello zenekar. Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Jó reggelt! Figyeljetek, mikrofon szűkében vagyunk, ez azt jelenti, hogy aki beszél, az nyugodtan kapja el, vizualizáljon oda bármit, hogy mit kap el, csak jó közel, jó? De ezt gondolom a koncerteken is így megy, nem tudom, jó közel, egyébként itt van. Vagy ott van két mikrofon. Igen, a koncerteken azért szokott jutni kettő. Jól fut a szekerük. Nem egymás elől vesszük el, hogy erre gondoltál. Egy abót. De az kell, hogy jó közel. Na, mi történt a lábadban? Ez még egészen friss, ahogy látom, egy nagy gipszben érkeztél hozzánk. Így van. Három napja sikerült egy nagy rekládát rájteni. A rekláda, hogyha valaki nem tudná, rengeteg hangszer van benne, és egy borzasztó masszív doboz. De mikrofonra van pénz, ródra nincs? Nem én vittem, én csak már egy-két pálinkát megittam, aztán hirtelen fordultam be a sarkon.
ahol meg pont hozták ketten a rekládát, és az első az egy kicsit elejtette, és egy kicsit ott volt a jobb lábam, úgyhogy három lábujjam eltört, meg így középen a középszár csontnak hívják talán, és ilyen mindenféle járulékos csontok, úgyhogy hát most egy hónapig ez van, de nagyon nem érdekeltet, ugyanúgy folytatom. És, de ez fekvőgipszem. Hát ez fekvőgipszem. Aha, jó, ahhoz képest egész jó vagy. Igen, viszonylag mobil vagy, ez képest. Tényleg fekvő? Komolyan? Igen. Pont arra mentem ki, amikor emlegettétek, hogy akkor lesz majd rossz, ha nagyon büdös lesz, ugye? Tehát erre értem ki, hogy igen, de ezt éppen mesélted a Tominak, hogy ez majd igen, akkor lesz nagyon rossz a büdös. Igen, de a pozitívuma meg, hogy rendkívül válban azért meg fog erősödni, illetve tricepsben, úgyhogy úgy ki lesz pattintva. Hogy... Igen, mert azt tudni kell, hogy a Diaz a személyedzőm is egy kicsit, bár hát, nem látszik egyébként, úgyhogy ez nem volt feltétlenül dicséret. Rajtad vagy rajta nem látszik. Ki nem látszik, hogy személyedző. Ja, szóval a Diaz mindenbe belelátja azt, hogy mit fog erősíteni éppen, és melyik izomra jó. Elképesztő az a fajta betáblázottság, most itt Jani nézte át a koncertjeiteket, hát az valami hihetetlen. Persze, mert ideóval olvasgatja az ember, hogy ez a kis csapat, meg az a kis csapat milyen népszerű, de hát igazából azt, hogy egy csapat mennyire népszerű, az semmi más nem mutatja meg jobban, mint hogy mennyi fellépése van egy hónapban. Megnéztük a júniusotokat, ti népszerűek vagytok. Ami azért izgalmas, mert ugye olyan nagy daltermés még nincs. Tehát amikor a Well Hello-t felkapta ez az ország, és azt mondta, hogy az összes falunap, és az összes mindenütt, akkor volt három dalotok összesen, amikor elkezdődött a dolog, most már nyilván több van. Miből áll a koncert? Sztorizgatás? Stand-upolás? Kártyatrükkök? Nem, hát... Vagy egy-két neoton dal, mint a Kaszatibi. Igen. Ez jól elindult, aztán jól vissza is mondtuk az összes falunapot, szóval nagyon vállalunk ilyesmit, de zenekarral megyünk csak, és nem is vállalunk ilyen Kaszatibi féle CD-s megoldásokat. De amúgy... ő is élőben van, nem akartam látni, hogy ő élőben van, zenekarral csak énekelni egy-két neoton, de őt ezért kedveljük. Na, falunapokon nem? Pedig milyen jól hangzik, akkor fölmegy a TSZ-nök, vagy nem is tudom, hogy most mik vannak, ugye fölmegy a polgármester, és azt mondja, hogy na, a pörzsölés előtt, akkor itt vannak ezek a hús, srácok, a rakpartod elnyomják. Én ezt 5 évig nyomtam, nekem volt, hogy fél órát késett a fellépésem, mert le kellett dobálni a fákat, mert favágó verseny után voltam. Én megértem, hogy ezt nem nyomjátok, komolyan mindent tisztelem. Ha erre már egy zenész azt tudja mondani, hogy gyerekek nem, az már jelent egy bizonyos szintet, komolyan mondom. Tehát ezt tökre megértem. Ennek ez még a Tomikám, mert a böllért még nincs itt, már mindjárt, csak még nem. Igen. Jött meg a Józsi, mert combon szúrta magát. Hangosítás, ha itt vannak a beagok, ha 20 éve jó volt, jó volt a Omegának, nektek is jó. Igen, és tipikusan fején a részek polgármester, aztán Bunyós Pityu és a Solymász bemutató között el lehet lenni. Neked, Tomi, egyébként az egy tudatos döntés volt, hogy a fluor jelenség után te ne egyedül folytass, hanem valami teljesen más csinálj, hogy kilépj ebből a fluortomizós dologból, amiben te azért elég hosszan benne voltál, nyilván érthető módon, egy tudatos döntés volt. Vagy te? Nagyon más választása benn volt valóban. Nyilván más kezelni egy csapatot, én is jobban tudok így idézőjelben brandként tekinteni rá és pozícionálni valahova, meg nekem az egy borzasztó nagy tanulság volt a fluoros évekből, hogyha hülye gyereknek mutatod magad, akkor elhiszik. Úgyhogy ezt én elisítik. Jó, mondjuk tettél érte. Abszolút. De kitaláltál egy brandet, egy félreálló baseball sapkát, kicsit ez a hülye, ez a szerencsétlen, és úgy érezted, hogy ez kezd rád ragadni, vagy azt gondolták az emberek, hogy ilyen vagy? Igen, kezdték azt gondolni, és közben meg nem annyira. Tehát, hogy akkor is ez egy teljesen komoly, tudatos döntés volt, és épített döntés, csak igen, azért olykor-olykor túlhúztam. Aztán ez a tanulság nagyon jól jött a Well Hello-nál, hogy ez pedig akkor már egy prémiumabb kategóriába pozícionálni elnökibe. És elnökibe! Elolvastam egy-két dalszöveget, majd mindjárt a papa kér egy kis segítséget, hogy segítsetek nekünk még közel a 40 felé, hogy én is megértsem. Azt még el akartam mondani, tegyük hozzá, hogy mi a Tomival már a Well Hello előtt is tevékenykedtünk együtt, hogy két számunk vagy három meg is jelent, illetve egy évig konkrétan jártunk is fellépni, akkor még úgymond félórás zenekar nélküli megoldásban. De rohadt sok pénzt kellett fizessen, hogy föl is vállalj, ugye? Nem, igazából nem volt pénzem, a Tomi meg így meglátott a gettóba, és akkor fel akart engem fedezni. Mocsokból kiragadott, majd erről csinálunk egy filmet. Ugye, de te egy ilyen tudatos pali vagy, hogy te egy brandingelsz, meg hogy akkor most ez felül brandingelem, meg a Tominak milyen brandje volt, és akkor most a Well Hello-t hova brandingeljük, tehát hogy te közben ezen egy ilyen marketingesként, önképzett marketingesként vattogsz, hogy hova brandingelt például a Well Hello-t, mert ilyen szavakat használsz közben. Abszolút ez történik, teljesen tudatos, hogy azt is meghatározom, hogy akkor mi fér bele, mi nem fér bele,
nem tudom, miért ne jöjjön le a tévé forgatni a próbaterembe, mert az hogy nem illik a csapathoz, tehát hogy ilyen ruhában legyen, és hogy fésülje a haját, és van egy csoki a kocsiban. Én ezt bírom, ha valaki ilyen tudatosan gondolkozik, tehát azért nem mész el egy reggeli műsorba jópofáskodni 3 perc a műsorvezetőkkel, hogy beszélj a napi horoszkópról, mert hogy ott legyél és szerepeljél. Tehát minden olyat beválasz, ami mondjuk a csapatnak jó, de építő, de nem feltétlenül az öncélű szereplés a cél. Jól értem? Így van, meg mostában nagyon szeretek aludni, mert nagyon keveset tudok, de tény és való, hogy nem megyek be a Twilight-ról beszélgetni mondjuk a Mokkába. Ez még mondjuk egy Flór Tominak 3 évvel ezelőtt jól állt volna, nem? Vagy 5 évvel ezelőtt? Igen, akkor azt túl is vállaltam, de én konkrétan nem tudom, amikor bagetteket dugdostak az emberek ajtókba, már azért a témáért is bementem, és na ott éreztem azt, hogy mi az Isten csinálok egy bagettel a kezemben reggel 7-kor, tökámos. De bedugtad legalább? Dugtam be, nem tudom, hogy ketté törtem és kardoztam vele kb. De ez teljesen. Ez a mizutólog egyébként nagyon kísért téged? Vagy titeket? Hogy írni egy hasonlót, írni egy ugyanolyan jót, írni egy olyat, amit többen néznek, egyáltalán kérik tőled, hogy játszál ezt is? Mert tudom, hogy nem játszátok. Teljesen tudatosan. Egyszer se kérték még a Gránátos dalomat egyébként többször. Az nagyon szimpatikus dal. Igen. Azt én is jobban szeretem. Igen. A pont Gránát, igen. Az nekünk az utolsó dalunk lenne, amit lejátszanánk. De hogy ezt az emberek tudják, hogy ez egy Well Hello, másik sztori, és itt már nem kérünk mizút? Ezt így kettőt tudják választani? Így van, ezért sem Fluor és Diaz amúgy, mert nagy annak vége. Igen, hogy érezzék, hogy nem. A mizút szerintem körülbelül ilyen 1300-400-szor eljátszottam, elreppeltem, vagy eldallamos reppeltem, és így úgy döntöttem, hogy ez itt tök jó. És megutálhatja az ember a saját dalát, és kicsit eljuthat odáig, hogy... Hát nem utáltam meg egyébként. Csak elég volt. Ja. Na jó, egy kicsit igen. Kimondhatjuk, hogy azért már úgy nem éreztem annyira magaménak így ebben az időszakomban, meg életszakaszomban, hogy a két kicsi legózzak meg. Meg egyébként jó, mert az emberek már nem annyira mondják ezt, megszokták, hogy rakpart van, meg apuved, meg hashtag elnök, meg nem tudom. Hashtag elnök, jól ó király, igen, mindjárt átnézem, egy rohadt büdös szót nem értek ebből a dalból. Amellett, hogy nagyon kedvelem, hallgatom a szöveget, egy rohadt szót nem értek. Mi a megosztás? Egyébként mindenki ír mindent, összerakjátok, vagy van zene, van szövegfelelős, és a kettőben áll össze a Well Hello. Hát nagyon jó a munkamegosztás nálunk, általában a Tomi írja a szövegeket, max a refrén néha összeülünk és agyalunk rajta, de tényleg a Tomi a szövegfelelős, én meg a dalokat írom. Te mit csináltál előtte? Neked volt zenei képzettséget, csináltál valamit, vagy ti valahol haverkodtatok, kiderült, hogy jól működik, és azóta együtt? Hát mi a foglalkozás? Én leginkább zeneszerzőként dolgoztam, hangszereltem hazai előadóknak, illetve voltak kisebb próbálkozásaim külföld felé. Mondd a karamellt. Ja, igen. De a Tomi úgy szokta mondani, hogy de az amúgy dolgozott a karamellel is, meg minden. De ez mit jelent? Írtál neki dalt, vagy vittél neki kávét, amikor kért egyet? Ugye nem mindegy azért, hogy az ember hogy dolgozik, milyen minősítésében a karamellel? Hát, hogy mi volt? Nem, hát dolgoztunk együtt, például a Vízió című lemezén, wow. öt dalban is dolgoztunk együtt. Nekem ő volt az első így a pop előadók közül, még egy benzinkúton dolgoztam, és akkor hívott föl. A Gyáli úton. Föl. A Gyáli úti benzinkút. Fej. Múltkor hatalmas flash volt, hogy mentünk fellépni, és pont mondtam a srácoknak, hogy most jöttem rá, hogy itt dolgoztam, és annyira... Isten, hadd tankoljam én meg az és autót. És hogy a Tomi meg kiragadott innen a mocsokból, és most itt vagyok. Oda mentél a Tomihoz, és azt mondja neki, elnézést, a szívét lemosatom a lajszint, hogy jaj, basszus, ezt zavarodtam nára, ugye, a régi emlékek megrohantak. Nem akarok nagyon komolykodni, de kíváncsi, hogy ti hogy látjátok azt a generációt, akinek egyébként szól a dalotok, hogy milyen ez a 15-18-20 éves generáció, talajvesztettek, mivel lehet őket megfogni. Minden második ember akar elmenni külföldre. Mit láttok erről a generációról, akinek egyébként írjátok a dalokat, és akinek szól ez a dolog? Hát figyelj, egyébként nem feltétlenül nekik írjuk, meg egészen meg vagyunk lepődve, például múltkor Moson Magyarra van az első 3 sor milfekből állt, és nem meg is volt. Na, ezt látod, tudom, jó, na, ezt látod, értem. Ezt már Jani is érti. Egy jóféle milf az első soron, gyerekek, a fél kezünket oldalán. Kérdezzétek a mestert. Így van. Jó, mehetek néha lepattanózni? Végre egy. Azt a szakszofonosunk szokott. Igen, ővé a milf kategória, az ővé? Ja, meg szoktuk kérdezni, hogy na, ki akar csókolozni a szakszofonossal, és akkor felteszik a kezüket a lányok, és akkor lecsókolja az első sort. És múltkor feltettek egy képet az egyik ilyen megosztó oldalra, és azt írták, hogy hashtag a szakszofonos rámegy a lepattanókra, valami ilyesmi volt. És konkrétan csókolozik a rajongók a koncert alatt. Fúj! Fúj! Látod, ilyen a best of-ban nincs? Arrohat, hogy valaki felmegy és a dobossal smárol. Na, ővel igen, de csak fiúk. És fél. Akkor a kellemes milf a végén azt mondja, akkor átadod majd a Diaznak, ugye? Persze! Hogy ne! Ne vicce!
Szóval nem kifejezetten egy generációnak szól, ezt kezdted el mondani a zenét. Ugye? Nem, széles a merítés. Sőt, nekem például anyukám barátnői ennyit még nem jártak koncertre, úgyhogy látom, hogy több korosztálynál bejött. Hát, hogy mit látok a generációról, az érdekes, mert néha én is ilyen furán öregnek érzem magam, hogy bezzeg, amikor én még, de közben... Te mennyi idős vagy, Tomi? 27. 27? Úgyhogy néha érzem. És anyukád barátnői? Ugye? Hát egyébként fiatalok, maradjunk annyiban. Igen? Na. Őket csókolta meg a szaxofonos. Nem. Ki a nagyobb csajozógép kettőtök közül, tessék? Ki az, aki szívesebben marad koncert után, mi közönséggel kapcsolatot ápolni? Hagyjuk a szerénységet. Diaz. Hagyjuk a szerénységet. Diaz, igen? Oda-oda éreget? Nem, abszolút nem. Fúj, de rohadt kabus vagy! Miért nem mondod meg? Igen, basszus, fiatal vagyok, menő zenekarban szerepelek, csajozom. Hát ezzel nincs semmi baj. Nagyon szeretünk elbeszélgetni a lányokkal. Nyilván. És sem a relativitás elmélet. De szeretjük átadni a szaxofonosunknak. Őket. Szeretitek átadni a szaxisnak. Atyaisten. Na nézzük, tessék, apu vedd meg! Ugye beszéltünk erről, hogy mi ebből egy csomó minden nem értünk. Előttetek is ott van a dalszöveg, vagy csak én? Ne, én az enyémet neked odaadtam, ők meg csak tudják. Én tudom fejből, igen, menni fog. Tudod, tudjátok, hogy Laci olyan gondos volt, hogy ők is kaptak a szövegből. Hát, ha nem megy, mi? Bio-SS hashtag... Bio-SS swag, ugye hashtag? Hashtag sex. Ez mi ez a Bio-SS sex swag? Hashtag hag, ez micsoda? Ez mi? Hashtag kertek. Tudom kell, ha a gyerekem erről beszél. Ez micsoda? Tehát ez mit jelent? Hát alapból ugye van a super swag, az a boss swag, a mi van? Mi az, hogy a super swag, az a boss swag? Egy 45 évesen és egy 38 évesen ültök, csak mondom, hogy óvatosan. Tényleg csak annyit kérok, hogy az egyik szlenget a másik szlengel nem magyaráz. Higgyétek el, a Feri is tud olyat mondani, amit nem ismertek, inkontinencia. De már szépen kezelik. Nem, hogy mondtad, hogy ilyen geometriai elemek. Na ugye, ott megfogadunk, mi paralele pipedon. A pipedon, te azt nem értettük. Nem, hát ez a főnöki elnökiség a boss swag. Igen. De ez miért mondja, a swag csak azért használd így a BOSS-nek, hogy kijöjjön a dalban, a prózódia? Hát nem, hát ez a főnöki elnöki BOSS. Aha, BOSS, adom. Én szeretek betűzni, FLUOR, stb. Miért mindig betűzgetek. Tehát az első sor alapján arról szól, hogy van valaki, aki baromi menő, és akkor az apja megveszi ki neki a rakpartot, a Jampi élére vasalt nadrág, fogkövemet Swarovskiból rakták ki, a nyaklánc a fejemet húzza rajtad, mi ez a gúnya rajta, a Gucci van, te csóró vagy. Ugye, tessék? Mehetne már koncertre? Jól érzem. Tehát, de ez nem a ti világotok, nem? Vagy ez a ti világotok? Vagy... Nem, igazából ezek a kis tapasztalatainkból születtek. Ugye rengetegszer láttuk klubokba, hogy nem tudom, különböző városrészekből megérkeznek fiúk, lányok, és mondjuk a apu lányok... autójával, nagyon drága telefonokkal, így drága cuccokban. Uh-huh. És veszik az iróniát? Vagy pedig ők is lelkesen éneklik azt a szöveget, ami róluk szól? És egyébként ez direkt így született, hogy egyébként aki magáénak érzi, az is szeresse, aki meg utálja őket, az is, és ez egy ilyen csodás, ilyen összetartozás érzés növelő történet. Tehát, hogy titeket például zavar másoknak a sikerei? Ezt így nagy általánosságban teszem fel ezt a kérdést természetesen. Nem, egyébként tegnap pont megnyertük a Fonogram díjat. Gratulálunk, és köszönjük szépen. Ez a jó szó, ugye? És kaptatok egy posztot? Nem, és ott mondtam majd is, a Facebook oldalán. Amikor átvettük, mondtam is, hogy köszönjük, de kicsit rosszul érzem magam, mert a Majka megint be fog találni a Facebookon. Jó, csak várjatok, mondjuk el akkor, mert ez nem mindenki számára egyértelmű, hogy miről beszélünk, ugye úgy tudják a hallgatók is, hogy Majka kiírta, hogy a Well Hello-t például mi játsszuk, és hogy milyen alapon játsszuk. De hogy őket nem. Őket, ha őket nem, nyilván hát ez egy program döntés, de ebben nekünk beleszólásunk nincsen. Csak hogy megírta, és pont benneteket említett, hogy titeket igen, de őket nem, közben őket néztek, mint a legtöbben a YouTube-on. Vagy amikor itt találkoztok, ezt így érezni? Vagy van ennyire erős ez a szakmai rivalizálás? Ki kit játszik, meg ki hol szerepel? Érdekes egyébként, mert én nem értem a Majkát, tehát egy tök tehetséges műsorvezető, egy tök tehetséges előadó is, és ráadásul nagyon sikeres is. Hát és ennyi szól a sinyában. Nem nagyon értem, hogy most őt miért zavarja ez, hogy igazából szerintem egyébként körülbelül még 30-szor annyit is keres, mint mi, mert hogy a jogdíjon akadt ki, tehát hogy így annyira nem világos, de azt is tudom, hogy ő egy ilyen hirtelen haragú, temperamentumos csávó, aki így kicsit így felbosszantja magát, kiírja magába, azt utána nem érdekli.
ismétli. Legutóbb amúgy, amikor találkoztunk, akkor egy kocsiból üvöltött ki, mert éppen futottam, és így üvöltött ki egy kocsiból, hogy na mi van, Flóra, mióta kírtam a Facebookra, hogy dagadt, vagy látom, futsz már? Igen, futok. És gondoltál még valamit hozzá. Jani, te tényleg futsz egyébként? Hát most már nem. Most sehova. Megkérdez a személyjegyzőjét. Egyébként nagyon szorgalmas, és tényleg tök sokat fut. Jóval többet mostanában, mint én, és a konditeremben is. Mondjuk próbálja elcsalni, tehát, hogy tudod, észreveszem, mondom, ez 5 kilóval kevesebb, mint múltkor, gyerünk. De egyébként még így is mondta, hogy tök jó fej vagyok, tehát hogy ennél még keményebbnek kéne lennem, csak hát mindig megsajnálom szegényt, pláne most. Figyeljetek, és mi ez a 80-as évek mánia nálatok, ami számomra marhára szimpatikus, de nekem mondjuk kompatibilis is a koromnál fogva. De hát ti azért, hogy éltétek meg ezt a 80-as éveket? Látni ugye a klipeknek a stílusában, zenéileg is nagyon sokszor utalgattok rá. Kemény 3 év volt. Azért, helyettem, gondolom, beütött. De durva volt, tehát ezt meg kell élni. Emlékszem, a Csibe csoportban jártam. Igen, amikor kis volt a jelen. Kalapács lett a jelen. Nem, hát én nagyon szeretem alapvetően azokat a zenéket, amik újak, de 80-as évek szerű, de hülye hangzott ez, de van ez a throwback electro, throwback indie megint kezdi műfaj. és ez erről szól, a Diaz meg alapból Phil Collins, és ő szereti az igazi 80-as éveket, én meg a mostani 80-asat, ami nem kamu, csak új. De ezt olvasom, igen, Phil Collins, Michael Jackson, Toto, hát ez a komoly zenészeket kedvelsz. Igen, én egyébként anyukám rengeteg zenét hallgatott kiskoromban, és kb. Ezekre nőttem fel, és a mai napig imádom például Phil Collins, tehát, hogy így otthon rengeteget hallgatom, igen, vagy Michael Jackson. És ha jól sejtem, egyébként anyukán kb. Annyi idős, mint a Vadon Jani. Na, és nem engem mondom, látod? Igen, 1970-es, nem tudom, a Mundara hányos, 1970-es, 70-es helyen. Majd megadom a nevét. Jön a Totó Budapestre, csak mondom, jön a Totó. Méltatlanul, a pecsába rakják őket, de most június valamikor 20-akárhányadikán jön a Totó. Milyen jó, hogy nem Zoltán Erikát hallgatott, nem? Anyukát. Igen. Több generációs Well Hello, imádlak benneteket, nagyon jó a dalotok, csak így tovább, remélem az új dal is jól fog lenni. Gratulálok, puszi, Dóri. Aha, persze nem csajoznak, Diaznak megvoltam, Zolika Pécsről. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. De van egy oldal, ahol te kérdezhetsz bármit, és arra válaszolnak. Itt szakik válaszolnak, vagy akinek szabad ideje van, az válaszol. Aki akar, az ír oda. Mindenki, aki ért hozzá. Ha szerencséd van, akkor szaki is látja. Ha szerencséd van, olyan válaszol, aki ért hozzá. Igen. Ha nincs szerencséd, akkor megrémisztenek. Aha. Tehát leírhatod, hogy az orvos nálam ezt diagnosztizálta, szerintetek mit szedjek rá, és akkor ömlenek a megfejtések, hogy így el búzafülevet, meg nem tudom. Szomszéd Zolikának jót tett a tyúgani. Valaki azt írta, de ez nem tudom, hogy igaz-e. Szerintem igen. Szeretnék otthon sütni kenyeret. Találtam is pár receptet, de egyik sem írja a héját. Ne. De. Imádom. Az miből készül? Persze gondoltam arra is, hogy csak a belét csinálom meg. A gyerekek azt is szeretik. A héját nem eszik meg. De először hagyományosan akarom elkészíteni. Ötletek? Reális lehet? Szerintem igen. Mert reális lehet, hogy valaki ne arról beszél, vagy arról kérdez, hogy nem írja a recept a kenyérnek a héját? Igen, és tulajdonképpen, ha megnézed, akkor az ő szempontjából nem fölösleges is a kenyérhéja, mert a belét szeretik a gyerekek. Hát most minek sütne rá héját? De hát egyébként... De nem hiszem, hogy ezt valaki bekérdezi. De van. Tehát amikor valaki felteszi azt a kérdést, hogy hogyan finomabb a tükörtojás? Hát, te hogy szereted? Hát kinek szíke? Hogy? Hát igen. Most erre mit mondják? Folyós vagy, középpel, kemény sárgával, sóval. Vagy valaki megkérdezi, hogy milyen a pék szakma? Hogy erre mit válaszolsz? Hát, korán kell kelni, meleg válaszolsz? Van. De várjál, de nézzük meg, hogy hogy gondolkodott. Tehát, hogy nézte a recepteket, és azt mondja, hogy süsse meg a kenyeret, 50 percig süsse. De miből lesz a héja? De hogy készül a héja? Nem találom sehol. Hát különböző állagú, ugye? Tehát amikor kenyeret vett a boltban, kettészelt, akkor látta, hogy van egy szép, kemény, barna réteg körbe, és belül meg a jó szívacsos kenyér. És azt gondolta, hogy ez olyan, mint a töltött hús.
Vagy a töltött káposzta. Igen, hát vagy mint a beigli, becsomó. Hogy megvan a töltelék, és megvan a helye, nem ugyanaz. Igen. Ugye? Tehát a diós kenyér bele, az a töltelék. Igen, de amit vajon... megtöltenek, az a kenyér héja. De vajon miből készül a héja? Gyöngyszemek vannak egyébként ezen de, az oldalon? Hát böngésztek? Hát igen? Én ezután, a hír után fölmentem azért megnézni. Tehát az van, hogy bármit kérdezhetsz, ugye kategóriák vannak, oda besorolod azt a kérdésedet, fölteszed, és akkor utána ömlenek rá az SMS-ek. És azokat a válaszokat, amiket kapsz, te elhiszed, és fenntartás nélkül egyébként vannak emberek, akik azt megcsinálják, vagy végrehajtják, vagy megveszik, mert másnak bevált, és akkor ő is elkezdi szedni. Igen, viszonylag kevesen kérdőjelezik meg a válaszok valóságtartalmát, egészen izgalmas dolgok vannak. Különösen fölhívnám figyelmeteket az ezotéria kategóriára, vagy ezotéria kategóriára. Na, tessék, mondj egy párat, figyelj. És légy olyan kedves, majd válaszolj is meg. Én megpróbálom megválaszolni, jó? Ilyenkor éjjel. Ne. Gyakrabban szállnak meg a démonok embert. Figyelj, életemben nem mondtam még ezen az oldalon, de már tudom, hogy lesz 3 perc szabad idő, mint egy gyerek hagy, akkor ezt meg fogom nézni. Az első válasz. Igen. A gonosz soha nem alszik. Írni nem azokat az embereket, kicsit, akik erre van idejük, hogy ezeket olvasgassák, de ez nagyon jó. Tehát, hogy a démon éjjel száll-e meg, ez igen, volt a kérdés. Ez volt, hogy éjjel gyakrabban, ugye a gonosz. Második, ilyenkor az ember védtelen. Sokan nem gondolnak olyasmire, mint például egy jó álomfogó, meg ilyen babonás cuccok. Elkerülhetetlen az alkalmazásuk. Szenzációs hír. Nézegettem, én is találtam hal kategóriát. Figyelj! Az előbb hering konzervet ettem. Az egyik hal darabkát egyben bekaptam. Éreztem, hogy az egyik fele síva volt, olyan húsos, a másik részében viszont volt egy rész, ami apró gombóckákból állt. Nagyon sokból. Terhes volt a hal? Ezek a petéi? Lehet tőle bajom? Nem. Következő kérdés, nagyon jó. Erre tényleg kíváncsi valaki? A kockás fülű nyúl milyen nemű? Ne, figyelj, ez a kedvenc oldalon. Ez nagyon jó. Egyébként ez jó kérdés. Igen. Lány? Csak a lányok segít... Válasz. Csak a lányok segítenek visszaépíteni a homokvárat, és hozzák vissza az elrúgott labdát. Figyelj, vanília pudingomban megjelentek fekete pöttyök. Mi lehet ez? Ehető így is? Vagy ez egyfajta penész? Válasz. Nem lehet, hogy ahogy kavargattad, feljött a zománc az edény aljára. Figyelj, ha szakik kérdeznek, szakik válaszolnak. Nagyon jó. Szerintem inkább dokki. Nem hiszem el. Már régóta keresek tarhonyamagot. Igen, tarhonyamag. Tarhonyamagot, de nem találok. Milyen növény a tarhonya? Válasz, majd én adok neked. Írj privit. Oké, okos. Ők találkoznak. Gondold el azt a beszélgetést. Hoztad a magot? Hoztam. Kevés van. Kevés. Tudsz adni? Tudok. De készülj fel rá. Nagyon lassan csírázik. Sokat kell locsolni. Napfény neki. Kérdés, a csirkefarhát büdös főzés közben? Mire kerestél rá főzés? Hanem a büdösre hang. A csirkefarhát büdös főzés közben? Ha a faron rajtahagytad a zsírzóját. A zsírzóját. Akkor bizony lehet kellemetlen szaga. Fura dolog van körülöttem. Fura dolog van körülöttem. Van egy lányom, aki 13 éves, és nagyon furcsa. Mikor kijön a fürdőszobából, általában olyan a szeme, mint a vámpír. Na jó, van. Sem bonyolultam. Olyan a szeme, mint ha vámpír lenne. És ez nagyon ijesztő. Ja, amúgy úgy is viselkedik. Jézusom. És erre ezt nyilván neki, aztán azt, akik megválaszolják. Első válasz, júj de kemény. Második válasz, halálosan komolyan, smiley-el nélkül, nincs megszállva. Nincs megszállva? Nagyon jó. És gondold el, hogy ott valaki neked beírja, hogy nincs megszállva, és te elhiszed, hogy megszállták a lányodat. Mert valaki neked egyébként beírta. Ha kitüremkedő aranyerem van, a kenőccsel azt is kenjem, vagy csak a környékét? Válasz. Tiszta helyről szedjél úti fűt. Az biztosan segít. Drága kenőcsök nem használtak, de az ingyenes úti fű igen. A világhálón képet találsz róla. Képzeld, amikor elnézi a csalánt és az úti fűt. Igen. Ezután csavart fel, mint egy cigit, és... Már a növényt vagy... Csavart fel, mint egy cigit, és tedd az aranyeres részre. Ha tudod, be is nyomhatod. A növényt, az úti füvet. Nem árt. Ezt 4 hétig csinál. Megtaláltam a legdurvábbat.
Ezt csak néhányan fogják érteni, akik tudják, hogy mi ez, de ők nagyon fognak nevetni. Egyik osztálytársamnál nyársalni fogunk, és azt mondta, hogy becsárkörte ezt a desszert. Ez valami... Jézusom. Ez valami befőtt szerű. Van rá válasz? Válasz olyan, mint a paksi magyaró. Finoman hangzik, köszönöm. Csak én szoktam felvenni a barátnőm tangáját. Következő már azt sem tudom ki a barátnőm. Következő kérdés, nagyon jó. Melyik az a zene, aminek ilyesmi a dallama, hogy Jani. Ez így leírva? Geniális. Melyik az a kérdés? Jani. Válasz szerintem ez csak a Jani szong. Atya, úr, Isten, hogy nagyon milyen komoly kérdés, hogy szólnál apósodnak, hogy ne ő egye meg a pizza háromnegyedét, hanem hagyjon másnak is, teszi fel a vádé. Nagyon jó kérdés. Gyakorlati kérdés egyébként, jó? Jobb lenne, ha a férjed szólna, mégiscsak ő az apja. Nem tudnál akkor adagot sütni, hogy ne bírja megenni a nagy részét? Külön költözni, mikor tudtok? Úristen. A pizza evésből külön költözés. Mit tanácsoltok? A barátnőim észrevették, hogy szerelmes vagyok abba a fiúba, akinek én is tetszek. De őszinte hozzám se szól, mit tegyek. Van. Töketlenkedjetek tovább, és maradjatok egyedül az örökké valóságig. Igazán aljas vérszívó dolog felmenni, és ártatlan kiszolgáltatott embereknek ilyen rohadt szemét választ adni. Tehát ez biztos, hogy ezer évig a pokolban vagy, igen. Egy egyszerű kérdés. Esküvőre, lagzira, alkoholistát? Meghívnád az alkoholista rokon? Én a nevünkre is rá lehet keresni. Az volt a kérdés, hogy szép estét, mi a véleményetek Sebestyén Balázsról? Adták? Semleges vagyok vele kapcsolatban. Gyakrabban kedvelem, mint ahányszor idegesít. Tahó. Tapló. És beírta, köszönöm a válaszokat. Most beljebb van. Beljebb van a témában. Köszönöm a válaszokat. Hát szenzációs. Egy utolsó, mi annak a feliratnak a jelentése a tűzoltó autón, hogy gásot lózít? Tehát, hogy fordítva van kiírva. Hogy a kocsiban lásd a tükörbe, hogy ez tűz. Zseniális. Ne, ilyet ember nem kérdez. Ezt nem. Egyszerűen szó. Zseniális. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.